Éjjel Na. élőben vagyunk! Jéj! Na, üdvözlet mindenkinek, itt egy kicsit De várja, mert még problémás kezdés. mert külön azt se tudom, van már itt valaki, nézi már itt valaki, nincs még senki, nem? Bazd meg, figyelj csak, biztos, hogy nem jól állítottad be, mert még csak csetelni se lehet, öcsém. Hogyhogy nem. Mert... Na, de mindegy, ha nem kell itt legyen senki, oké, oké, látom, oké, beállítottad a kérdezőset, oké, beállítottad a kérdezőset, látom. Jó van, oké, vágom. Betettük. Kenny Rogers lesz, jó lesz az akkor, na. Valamit csak összehozunk a végére. Na, üdvözlünk benneteket, igaz, hogy még senki nincs itt. Hát, Vilikém, akkor légy szíves, ez a te csatornára van, akkor valamit mondjál már senkinek, mert még nem néz Csató. Senki. Hosszú bénázás után elkezdjük itt a közös live-ot, Csarnival, meg milyen hosszú bénázás után? Hát azt sem tudtad, hogy kell elindítani. Hát én bénázok, itt én vagyok a béna, igen. Jó, én Vili, tehát most csinálj először, én is a múltkor annyit bénáztunk ketten, amíg elindítottuk. Következő már úgy fog menni, mint a karikacsapás. Még a székely gyerek a gabonaföldön még jobban tudta, mint a drónos Vili. Gabonaföld. Apám, de királyak vagyunk. Nagyon királyak vagyunk, Vili. Ezt fogjuk élvezni. Nagyon jó. Ne legyél megszeppenve, Vilikém. Nyugodtan beszélj. Már tizen vagyunk is. Már tizen vagyunk is. Figyelj. Igen. Oké, most már jól vagyok. Várjatok, mert meg volt. Most azért voltam megszeppenve, mert kétszer hallom, mivel még el is indítottad magadnak, ja. Vili, nagyon kered vágod, inkább küldj fel egy drónt oda a gabonaföldre a székely felé, hogy elmutogassa neked, hogy hova kapcsoljál. Ja, most már itt van upcoming events, még ugye az időt is be kellett állítani. És megint nem látlak titeket, és azt sem tudom, hogy hol vagytok, baszki. Figyelj már, székely káposzta, mondd már meg neki, hogy hova kattintson azon a hülye Apple komputerén, mondd már meg neki. Székely káposzta. Mi az? Mert igen, mutogatod, de nem látom, mi az. Ez egy szarfú, de rajta van egy béka. Aha. Egy hajrá. Kicsi béka. Hajrá, hogy tudlak én titeket visszatalálni megint? Az nem az csak, hogy hol tudsz minket visszatalálni? Megvagytok. Most egyet áruljon el valaki, hogy itt ugye nekem most itt én nem tudom, mit állítottál be, mert én nem azt se látom, hogy hova fognak jönni a kérdések, én úgy meg vagyok itt szeppenve, azt tudom én, hogy a Q&A-re rá kell klikkelni, de gondolom ez azon fog múlni, hogy valakinek először is be kell írni valamit. Ahogy kérdezzenek valamit, úgyhogy nem tudom, hogy állítottad ezt az egészet össze, de óriási, jól fogjuk magunkat érezni, de szerintem, hogyha... Be van kapcsolva, balról, ha reakat, szint az a kék gombra, akkor eléjön jobbról a Q&A. Igen, okay. De még nem kérdezett sem. Ja, kedves gyermekeim, nyugodtan kérdezzetek, nyugodtan, csak a drónvilitől nehogy megkérdezzétek, hogy kell egy Google Hangoutot elindítani. A drónos Vili az mostantól hozzá se nyúl a mouse-hoz. Most már látsz minket? Visszajöttünk én neked? Én most látlak mindenkit, csak ugye én múltkor, amikor a vegánnal live-oztam, akkor itt egy nagy képbe ő volt, itt meg alul én voltam, és ha rányomtam, akkor ez változott. Hát igen, mert akkor ketten voltatok, most hárman vagyunk ilyenkor, már több embernél fogva. Figyelj, most még annyit hagyd kérdezzek meg, te ott neked senki nincs ráklikkelve, nincs bekeretezve senki. Nem, ide-oda ugrál, jó van, látom, visszanálltom magunkat. Nagyon jó, a technika ördögét. Figyelj már, székely káposzta, te ki tudtad figurálni, nem csak a drónvilinek valami nincs rendben a izéjével, nem? Figyelj, ő egy komputer zseni, érted? Tehát ő csak elment kapálni, mert megmondta ezt az egészet. Tehát ő neki ez egyszerű, hát rendszergazda, meg weboldalak, meg nézd meg, hogy te mit eszel? Saját magad termelését eszed? Székely úrfi, mit eszel? Nem utogassad, mondja. Karambola. Ó, ez a saját karambola, termés? Karambola, saját termés? Nem.
Hát az egyik kuncsaptommal dolgoztam, a kártészkedtem. Ők nem eszik meg, úgyhogy nekem adják az egészet. Akkor minek termeli, ha nem eszi meg? Hát, hogy dísznek legyen, hogy valaki oda menjen a kártibe, tudja megmutatni, hogy neki ilyen is van. Ez tipikus amerikai. Jaj. Milyen íze van? Mesél már el. Olyan kíváncsi lennék annak az ízére, mert látni láttam már, én még enni nem ettem, én nem vagyok még ebbe a zöldségesbe benne így, hogy mindent kipróbáljak. Neked ugye mindent ki kell próbálni, mert te húst nem eszel. Úgyhogy meséld már el az ízvilágát ennek. Én tudom, hogy neked jó a beszélőkéd. Meséld el, hogy mit érzel most, ahogy eszed. Hát, Jordi, ezt úgy írhatom le, mint egy narancs és egy almának a keresztezése körülbelül. Tehát édes is, de savanyú is. Uh-huh. Jó. De nagyon zamatos és nagyon leves, mikor beléharapsz, akkor a szájadba is spriccol szét. Hát ezt figyelj, akkor ez olyan, mint az élet. Édes is és savanyú is, nem? Jó. Állatok. Figyelj, és ezt lehet főzni is, vagy ezt inkább nyersen fogyasszuk? Nagyon, nagyon cuki kis csillagjaid vannak, nagyon cuki. És te Willi, te mit eszel? Én most készülök, mert voltam egy ilyen svédboltban, és találtam egy ilyen finn ízét. Emlékszetek erre, hogy vodka van a csokiba? Ilyen kis csokis. Jó! Tudod, benne ilyen likör van benne, és állítólag ebbe vodka van, ja. Meg ezt múltkor találtam, ezt a vegántól szeretném megkérdezni, hogy ez mi a lószar? Ez narancs, de kicsi. Ilyen kicsi narancs. Ekkora narancs. Nem, az. Az a vegánnak a narancsa, mert még nem tanultam meg, hogy lehet nagyra növeszteni, biztos. Nincs elég trágya, küldjetek szort. Figyelj már. Figyelj már, vegán, ez héjastú leszik, vagy ezt is meghámozzák, mint a narancsot? Azt ugyanúgy meg kell hámozni. Héjastú, úgy, ahogy van egyed meg héjastú. Tudod, a héjába a vitamin. Mint Bartos. Különben keserű lesz héjastú, meg lehet pucolni. De a székely az mindent megeszik, mert neki kell az energia, tudod? Nem, komolyan mondom, egyél meg egyet héjastú, és meglátod, hogy finom. Most már van 32 néző. Azt én értem, csak én nem tudom, hogy tudnak ebbe így kérdést beleírni. Fogalmam sincs, hogy működik az egész, mert még egy kérdés se jött, már csak arra lennék kíváncsi, hogy hova lehet beírni. Mondjuk meg akarom nézőknek, ott alul kijön egy kicsi ablakocska a videóba, a YouTube-on, és írja, hogy csatlakozz, vagy légy része, és oda rá kell kattintani, és akkor lehet kérdést kérdezni. Oké, értem. Jó van akkor. De hát úgy látom, senki nem kíváncsi a mi fejünkre. Gyerekek, kérdezzetek valamit, itt van velünk Székely Káposzta, úgyhogy a zöldségekről ő tud zöldséget, hebet, habot összehordani. A repülés technikáról tudna nekünk a Drone Willy valamit összehordani, úgyhogy nyugodtan valami kér. Én meg tőlem csak akkor kérdezzetek, ha azt akarjátok tudni, hogy kell az emberektől a pénzt lenyúlni. Abban én tudok válaszolni szívesen. Ja. Na, én most vagyok, nektek a múltkor volt már először. Willikém, ez a te csatornád, ne hagyjad már, hogy ennyit beszéljek, légy szíves. Beszélj csak, mert én most itt akár... Te még keresed, hogy hova kell kapcsolkod. Most ezt nem hiszitek el, ezt le kéne valahogy, át kéne hozzátok tegyem, de akár hányszor... Megvan az első, oké. Én nem látok semmit. Jött egy kérdés, igen, mert te azt sem tudod, hogy hol vagyunk. Hogy figyelj, ha kihúzod jobbra, ott van egy ilyen Q&A, arra, ha ráklikkelsz, akkor utána fogod látni a kérdéseket. Oké, Gádi, itt van. Székely Káposzta, te már láttad, nem? Átlagosan hány mérföldet utaztok egy nap? Oké. Kezdjed, én szerintem nyugodtan kezdhetjük a vegánnal, mert ő meg tudja mondani, hogy szerintem egy helyben van, nem? Nem. 3 métert. Nem, még én is utazok, de ugye még a farm nincsen... Még nem termel, úgyhogy még 1-2 évet kell dolgozzak, úgyhogy elájárok, ugye ilyen kártészkedési munkákat csinálni egy parkuncsapnak, és csinálok még számítógépes munkákat is. Úgyhogy egy olyan 10-15 mérföld, maximum 20 mérföld egy irányba, ugyanannyi vissza. Úgyhogy átlagban egy nap
egy olyan 30-40 mérföldet, ami mennyi lehet, vagy 60-70 kilométer. De szerintem Willy megy a legtöbbet itt hármunk közül. Gondolod? Willy, te mennyit mész? Te mész a legtöbbet. Te mennyit mész, Willy? Én olyan, hát másfél éves a kocsim, és 30 ezer van benne, akkor most ezt osszuk vissza. Uh-huh. De ez még körülbelül... akkor figyelj csak, nem azt mondták, hogy, hogy nézzük meg, hogy hogy tudunk matematikázni. De ezt ki vissza lehet osztani 360-ban ötször. Annak a fele. Azt összeadod, és akkor elosztod a, igen, a 30 ezer mérföldet. Hát ha matekórát akartok gyerekek, akkor a Willyhez iratkozzatok fel. Figyelj, én azt mondom, hogy átlagban egy százas. Egy száz mérföldet. Megszámolod a négy lábad, megszámolod hány lábban összesen, és elosztod négy felé, mi? Figyelj, átlagban 100 mérföld, én azt mondom. Ja, az egy jó átlag a 100 mérföld. Tehát én is, mondjuk nekem nagyon változó, mert egyszer itt dolgozok közel, másszor nagyon messze dolgozok. Én úgy tudom mondani, hogy hát én szerintem egy olyan évi... A munkás kocsimba volt 2006-tól, azt mondja, 10 év alatt volt benne 200 ezer mérföld. Akkor az úr az elég sok, nem? Akkor az egy olyan 20-22 ezeret megyek évente. Az sok. 20-22 ezer mérföld. És ez csak a munkás kocsi, ebben nincs benne a kirándulás, meg ilyesmi. Egy olyan 100-120-at megyünk a naponta. Na most ezt úgy gondoljátok el, nem is az a baj, hogy a mérföld sok. Inkább azt mondanám nektek, hogyha így vezítem le nektek, mivel hogy általában mindenki reggel megy munkába, meg mindenki délután jön haza, ha azt mondom nektek, hogy én napi 4 órát töltök utazással, az a sok. Nekünk itt nem a mérfölddel van a bajunk, hanem az eltöltött idő az utazással. Gondolj bele, 8 órát dolgozol, mondjuk nem dolgozok 8 órát pont azért, mert 2-t utazok reggel, meg 2-t délután, úgyhogy egy olyan 7 órát szoktam dolgozni, és ebből a felét csak utazzuk, érted? Borzasztó. Ja, az így kanetikában mondtam is, a Nyíhelyben környékén laktam, és Stanfordba, és minden nap jövett 3 óra, úgyhogy ja, közben 4-5 órát ültél a kocsiba, szörnyű. Ja, az a borzasztó, az idő, amit eltöltünk, mert a kilométerekkel, meg a mérföldekkel meglennénk, hogyha nem kéne, mert le lehet azt a ugye 50 mérföld, oda 50 mérföld, vissza, az lemenne gyorsan, de a lámpák, meg a forgalom, ez a rush hour, mindenki akkor megy pont, amikor mi, meg mindenki akkor jön pont, amikor mi. Inkább az eltöltött idő lenne. Én szerintem ezt megválaszoltuk, ha valakinek van még kérdése, nagyon szívesen várjuk. Lehet, hogy nehéz volt kitalálni ezt az egészet, de én úgy gondolom, hogy erre a kérdésre mi válaszoltunk. Te, Willy, te mikor szoktál kelni reggelenként? Én 6:30, okay. Akkor kutya le, ugye le kell vinni sétáltatni, utána elindulok olyan 8, hát az embereink 7-8-kor kezdenek, de én olyan 8 körül szoktam odaérni. A társam pedig ott van 7-8 körül, ilyen korán kelő típus, én nem. De most, ahogy így közeledek a 40-hez, így most már azt veszem észre, hogy óra nélkül kelek. Tehát ilyen, úgy érzem, kezdek megőrülni, mert én mindig is nehezen keltem fel, de most meg így ping, fölpattanok, és már 2-3 hete kávét sem iszom. Tehát, hogy valamitől pörgök. A gyerekeknek ma nem kell sok olvas. Kinek? Az öregeknek. Ja, ugye? Meg amúgy is nem kávé kell, hanem vagy 30 narancs be a csecsalá, nem? Hát, az lát, ugye. Figyeljetek, szerintem ugye mik voltak múltkor a kérdések, aztán megválaszoltuk így Amerikáról, ugye ilyen munkaerő, vagy miről beszéltél, vegán, hogy milyen itt az amerikai munkaerő? Hát ugye sokan arra kíváncsiak a munkáról, hogy milyen itt dolgozni sem. Hát én azt elmondhatom, nem tudom milyen a ti tapasztalatotok, de én személy szerint nagyon pozitív. Tehát így viszonyítva az otthoni munkahelyeimhez, ahol a főnök mindig csak azt nézte, hogy tudod, hogy mivel tud baszogatni.
itt csak azt mondja, ha valamit árunt, azt mondja, hogy it's okay, rendben van, következőkor csináld így, vagy csináld úgy, de nagyon pozitívak a tapasztalataim. Megnyitom, saját bizniszt indítottam, meg minden jó munkát végzel, akkor gondod nincsen egy szal sem. Ez attól függ, hol élsz. Szálltátok, amikor dolgoztatok. Te, amikor kijöttél vegán, amikor úgy kezdted az egészet, te mikkel foglalkoztál, miket kezdtél te? Hát én Alabamába jöttem ki, oda szólt a munkaszerződésem, ott egy ilyen parkba dolgoztam, tudod, így gokartok meg minden, ilyen minimál bérét, ilyen 6 dollár 50 centét, és még volt egy második munkahelyem, egy ilyen seafood vendéglőbe, előbb mosogattam, aztán előléptettek a konyhára. Hát ez volt alapom, aztán felmentem Connecticutbe, ugye, mert volt egy ismerősöm, mondta, hogy menjek fel, mert ott lehet jó pénzt csinálni, és akkor ott spakliztam, ilyen tapinget csináltam, tudod, drywall, nem maga a gipszkarton felrakni, hanem meg spaklizni. Értem, én itt vagyok kint, úgyhogy tudom én, hogy miről beszél. Ja. 6 hónapig azt csináltam, de azt gyűlöltem nagyon, mert nagyon gyorsan kellett dolgozni, mert fájtja le a kezem, meg mikor csiszoltál a port, bement mindenhova, nagyon nem szerettem azt a munkát. És aztán vettem egy kicsi akurát, elkezdtem pizzát fuvarozni a Dominóznak, azt csináltam másfél évig, összegyűjtöttem pénzt, és így beindítottam a számítógépes üzletemet. Azt csináltam, vagy 6 vagy 7 évig, mielőtt ide leköltöztem. Nekem is sok ismerősöm csinálta ezt a pizzaszállítást, abban jó pénzek voltak azért, ott nem tudom ott fent mennyire, de az én ismerőseim ott Virginia, Washington DC, meg ezen a környék vannak, ők elég jó pénzeket csináltak pizzafutárként. 2500-től 3200 dollári kerestem havonta, ami elég jó pénz, tehát 1000-1500 dollárt meg tudtam forolni havonta tisztán, ja. Az nagyon jó. És te, Charmi Mester, te mindig parkettáztál? Vagy? Ja nem, mondtad, hogy szállodát is csináltad. Nem, én soha nem voltam szállodában. Én kezdtem itt egy ilyen, takarítani kellett Philadelphiába boltoknak a padlóját. Körülbelül 2 napig dolgoztam annál, mert úgy be akartak húzni minket, hogy inkább leléptünk onnan. Aztán én elkezdtem, pék voltam egy pár hónapig. Utána elmentem Brooklynba, dolgoztam egy ilyen zsidó grocerybe, voltam ilyen kihordó kisfiú, ott volt egy kis tip, meg egy kis ez az amaz. Utána elmentem cukrászként, dolgoztam sokáig, utána onnan elhívtak, ajánlottak több pénzt egy másik cukrászdába, és utána kezdtem el én ezt a construction-t, csináltunk mi csempézéstől kezdve, pincéket alakítottunk át, meg ilyesmi, és aztán leköltöztem ide Floridába, és utána mentem vissza New Yorkba, és akkor kezdtem el parkettázni körülbelül. Most így hirtelen elmondtam 4-5 évet itt 3 percben. De nem egyből parkettázással kezdtem. Parkettázás, itt vagyok kint, azt mondja, most volt március 6-án 15 éve, hogy itt vagyok kint, és körülbelül olyan 13 éve parkettázom. De jó dolog az a parketta, különben nekem van egy barátom, mint egy perui srác, aki nagyon nagyra vittete, hatalmas cége lett belőle, és tehát egyszerű, mert tudom, ne érts félre, nem lenézem az egészet, hanem hogy tudod... Ezt mondja egy festő, hogy egyszerű a parkettázás, érted? Ami a festő üzletet beindítani, kell hozzá egy henger, meg egy vödör. Ne a befektetés részét nézzük, hanem a hozzáértés. Meg én úgy értem ezt, hogy az árazásban. Most figyelj, most ha bemész egy szobába, vagy egy házba, leméred a parkettát, és akkor négyzetméterre, vagy square feetre, egy square feetről beszélünk, beárazod, és kész, slempálja a fejed, mert tudod jó, hogy ez egy basic ár, tudod, tehát ez egy átlagos ár, és ezen nem bukhatsz. De nekem úgy működik, hogy hát ez most lehet, hogy ez most ezért sokan megvetnek, vagy nem, hogy milyen autó áll a ház előtt, meg hol van a ház, és akkor az szerint történik az árazás. Ha gazdag környéken van, akkor ugye mi is azért úgy pakolunk oda az árba, hogyha szegényebb, akkor ott már nem tudsz annyit elkérni. Tehát nekünk mindig azon is filózni kell, hogy vajon most mennyire
mennyi pénze van, hát ez nem is kérdés sokszor, hanem inkább, hogy mennyire költi a pénzt, vagy érted, tehát mennyire zsugori, vagy nem az. Oké. Okay. Nálunk, ja, és akkor még, várjál, és akkor még pluszban ugye ott van, hogy mi itt a nagy szaktudásunkkal, meg csinálunk mindent, tudod, ilyen összes ilyen special finish-eket, minden lószart, és akkor ugye mi ezért is kérünk sok pénzt, mert nekünk a minőség az fent van az egekben, és akkor oda jön egy ilyen brazil, vagy Mexikó, és akkor ad egy fél árat. Tudom, és nagyon borza, ja, nem könnyű meglenni, mert sokan nem akarják a minőséget megfizetni. Én azt szoktam mondani, hogyha kimegyek hát, ilyen tudod, helyre... Meg fél árat? Kimegyek ilyen helyre, és azt mondtam neki, de a másik ennyiért csináltam, mondtam neki, de akkor azt kell hívni. Na gyerekek, rohamoznak minket a kérdések. Ja. Vegan, bent van már a villany? Vegan, bent van már a villany? Igen. Még inkább, de hamarosan már majdnem kész vagyok az inspekcióra, jövő héten hívom ki az inspektort. Csak egy kicsit félek, hogy még hívom az inspektort, még belekötnek valami egyebekbe, és itt meglássák a sok cuccot szana szét, de most már nincs mit csinálni, kell hívni őket. Különben azt tudod, Vili, hogy amelyik kérdést megváltoztatjuk, arról rá tudsz klikkelni, hogy meg van válaszolva, tudod? Igen, hát azt csinálom. Oké, csak mondom, hogy mert az előbbit nézegettem, mondom, jaj. Tehát igen. Nincs benne a villany, akkor te most közben a biciklit tekered vegán, és akkor úgy eszel, meg hogy honnan van neked a szomszédtól hoztál egy hosszabbítót? Ja, pontosan hoztam egy hosszabbítót, de az a baj, tudod, hogy hétközben 9-5-ig nem használhatom, mert hogyha kijön a code enforcement, akkor meglássak. Tehát minden reggel tudod, a kábelt összegöngyölítem, félreteszem, délután 5-kor bedugom, és hétvégén be lehet dugni, mert hétvégén nem jönnek a kormány, tudod. Úgyhogy... Egyébként elég rendes szomszédod van akkor, nagyon jól összejöttetek, hogyha neked megenged. Ja, jó, fel, nagyon. Csarnén, neked van számodra egy kedvenc kérdés, már ki is jelölöm, jó, itt lesz fölül. Igen, látom, láttam. Van nálatok. Láttam. Hol van nálunk annyi idő van, amennyi a Viliéknél, meg annyi idő van, amennyi a vegánéknál, úgyhogy számoljátok ki. De hol van a mínusz 6 jeled? Itt volt neked a hát de most mínusz 5 van, mert mi már előrébb állítottuk az órát. Oké, ja. Akkor ezt megválaszoltuk. Oké. Mennyire nehéz ott munkát találni, munkavállalók ott is szeretnek feketén alkalmazni embereket? Sokan szeretnek, ez úgy szerintem, hogy milyen szakmában vagy például itt lent, itt a mezőgazdaságban szerintem 99% a fekete a munkásoknak. Például mellettem itt van egy kicsi falu, Imakali, ott sok ezer hektárban, és látod, mikor arra mész ilyen iskolabuszokkal, hordják az embereket a mezőre, és senki sem magasabb másfél méternél, kicsi barnámberkék, mexikóiak a legtöbb. És, ja, ők ugye mind a szín vannak. Ez olyan tudod, hogy az elfogadott tény, tudod, tehát mindenki tudja, ugye tudja a kormány, tudják az emberek, mindenki tudja, de ugye senki se akarja olcsó pénzét azt megcsinálni, de viszont olcsón a kaja kell mindenkinek, úgyhogy ez ugye szemet húny mindenki fölött, te tudod. De várj, de azt tudod, mi a legérdekesebb az egészben, vegán úr? Az, hogy mindenki hogy fel van lázadva, ezért a sok fekete, mexikói, meg ezért, meg tegyék innet ki, meg tegyék. Hát kiszedné le nekik a krumplit, meg a paradicsomot, meg az epret, meg akármit? Az applikációval, hogy szeretne ott dolgozni, egyet se lát sorban. Azért mondom, hogy de az jó nekik, hogy olcsón van minden zöldség, gyümölcs, meg minden, de az, hogy nem értem ezeket, mindegy. Emlékeztek, amikor nagy lázadás volt ebből, és akkor a mexikóiak kitalálták, hogy egy vagy két napig, hogy nem dolgoznak? Arra emlékeztek, ez mikor volt? Ez 6 éve? 5-6 éve? Nem emlékszem. És kitalálták. Na mindegy, a lényeg ugye az, hogy persze az összes étterembe, tehát itt most ugye magyarul beszélünk, meg nem kell itt semmiféle FBI-ra gondolni, meg IRS-ra, meg semmire. Na mindegy, tehát itt az összes étteremben, a konyhán én csak Mexikóit látok. Igen, mert ők az olcsó munkák. Elvégzik azt az alja munkát, amit a másik ember nem akar elvégezni. És ez, ha valakinek nem jó, én nem értem ezt, hogy egyszerűen borzasztó, hogy miért nem bírják megérteni.
pont azért van most ez az executive order, amit akar Obama, most harcol érte nagyon. Ő nem a krimi, a izéknek, a bűnözőknek akarja megadni a papírt, hanem azoknak, akik becsületesen dolgoznak. Azaz, nyomjad be azt a csillagot, nyomjad befele. Igen, igen, igen. Oké. Fekete munkások, hát azért... Tudtam, hogy bejött a haverom már, itt nem, itt nincs két értelme itt a fekete munkásoknak. Itt csak az illegálisokról beszélünk, ebben semmiféle rasszizmus dolog nincsen. De nem is úgy értette, hogy most néger munkás, hanem hogy otthon úgy hívják a fekete munkás. Ó, fekete munkás, jó. Ó, jó van, mi van, székelykáposzta, leesett neked is? Igen, nem figyeltem odon, a gyümölcsömre figyeltem, de jó, szürke, mondjátok szürke munkát inkább. Asztal alatti munkát, ja. De hát aznak is két értelme van, mert asztal alatt más is lehet csinálni, mint dolgozni, nem? Na nyomom fel, kinek volt a legrosszabb élménye Amerikában? Nem, kinek Csarni. Mi volt? Gondolom az volt, hogy kinek mi volt a legrosszabb. Ja, kinek okay, mi volt? Bocsánat. Úgy látom, nem csak én nem tudok olvasni. Ja. Hát nekem volt egy nagyon-nagyon borzasztó rossz élményem itt Amerikában. Körülbelül azt hiszem, vagy két éve lehettem itt, még én Brooklynban laktam. Még akkor nem voltak semmiféle papírjaink, még én akkor itt is színesbőrű munkás voltam. Fekete munkás, ja. Kaptunk, az egyik ismerősömtől kaptunk mi egy kocsit, ugye meg volt a feleségem, meg lett a kisbaba, és adtak nekünk ajándékba egy kocsit, tudod, ki akarták volna dobni, vagy odaadni valakinek, és le tudták volna írni az adóból, inkább azt mondták nekünk, hogy idadjuk nektek ezt a kocsit, ha szükségetek van rá, mert egy ilyen családban jól jön a kocsi. Megkaptuk a kocsit, de nekünk nem volt még arra igazándiból zsetonunk, hogy legyen biztosításom a kocsira, átírassam a kocsit, meg ezek a frankó kis dolgok. Találtunk kettő rendszámtáblát az úton, de olyan kettő rendszámtáblát, hogy két különböző rendszámtábla volt. Az egyik rendszámtáblát felraktam előre, a más, mert New Yorkban mindenhova kell rendszámtábla, előre is, meg hátra is. A másik rendszámtáblát felraktam hátulra, úgyhogy ha előről látták egyfajta kocsi, ha hátulról látták egyfajta kocsi. Nem írattam át a kocsit a nevemre, nem kötöttem rá biztosítást, nem volt jogosítványom, ugye, mert egy idő után már itt nem fogadták el a magyar jogosítványt akkoriban még, és én így jártam azzal a kocsival körülbelül 8 hónapig, mire először elkaptak vele. De wow. úgy kaptak el, megyek az utcán. Oké. Okay. Oké, okay, Korina, csak közben mutatott nekem valamit a lányom. Na, megzavarodtam teljesen. Na, elkaptak a rendőrök, ugye beállt mögém a rendőr, körbe beütött a rendszámot, és ugye nem egyezett meg a kocsival. Na, akkor azonnal a hangszóróba félreállítottak, 4 rendőrkocsi körbeállt, érted? 4 rendőrkocsi körbeállt, kiugrottak a rendőrkocsiból, körbe voltunk véve. Annyi volt, hogy az ajándékozási levél megvolt a kocsihoz, tudod, azt tudtam mutatni. Minden rendőrnek ugye a keze a pisztolytáskán, én ott megálltam, ugye feketén voltunk itt, volt egy ilyen betonkeverőnk, bele volt téve a kocsiba, tudod, mentünk dolgozni, és akkor én ott azt mondtam, nekem baszki, nekem itt vége van, itt teljesen kész vagyok itten, körbe van, vagy agyonlőnek, vagy letartóztatnak, vagy valami. Lejött a rendőr, körbeálltak, körbe voltunk fogva, szinte majdnem az út közepén, érted? Forgalom leállt, mindenki minket nézett, mi történik itt, kommandósok írtak, jöttek sziréna, minden. Lehúztam az ablakot, ugye jött a rendőr oda, egyből megnézte, hogy mi van, egyből beugrott, benyúlt, kihúzta a sluszkulcsot a kocsiból, és akkor ugye elkezdett kérdezni, hogy mi újság van. 2 év után nekem még nem volt olyan az angolom, hogy akármit is tudtam mondani. Előveszem a papírt, tehát így remek a kezem, így adom oda neki a papírt a rendőrnek, ezt körbeveszek, mit csinálok itt, hogy van, az amaz, tudod, jönnek a kérdések. A rendőr beül a kocsiába, elkezdi, tudod, elvette az útlevelemet, elvette a jogosítványt, mindent, tudod, azt a magyar jogosítványt elvette, elkezdi nézegetni a papírokat, minden. Eltelik vagy 30 perc, nem mondom, mikor lesz már, mikor jönnek, mikor vágnak bilincsbe, mikor rángatnak ki a kocsiból minden. Ülünk, és egyszer visszajön a rendőr. 7
tikettet adott nekem egyszerre, hetet. Nem volt átiratva a kocsi, nem volt biztosítás, nem volt jogosítvány, a rendszámtábla, tudod? És azt mondta, oda jön nekem, azt mondja, nagyon-nagyon-nagyon nagy szerencséjük van. Úgy bevihetném magukat a börtönbe, hogy az csak nem is igaz. Azt mondja, az a szerencséjük, hogy keresünk valakit. Jó. Idattak, visszaadtak minden papírt, azt mondja, azonnal intézzel, menjen írassát a kocsit, menjen csináltasson, azonnal menjen el. Fogtak, elengedtük, meg, ültünk ott még egy pár percig, nagyon a zap sem se fért volna fel a seggembe, úgy be voltunk szarva. Egy haverommal voltunk, az is feketén volt. És akkor ülünk ott, szerintem kellett nekünk vagy 5-10 perc, mire eljutott az agyunkig, hogy ez mennyire nálunk volt, hogy mennyire megúsztuk ezt az egészet. Fogtuk, elmentünk dolgozni, és még utána 3 hónapot lementem így a kocsival, még 3 hónapot elmentem így a kocsival, mert utána aztán annyira elromlott, meg annyira izé volt, hogy már nem tudtunk vele mit csinálni, megállt, nem akartunk rá pénzt költeni, minden. Ja, az volt nekem a legmegijesztőbb, legrosszabb érzés, amikor azon mondom, most itt vége van az egésznek. Hát azt hiszem, ez emlékezetes marad. Akkor 7 tikettet szerintem valami világrekord ez, hogy egyszerre 7 tikettet adtak nekem. Az komoly. Ez elég komoly volt, ja. De érdekes, nem, hogy mennyire elnézőek a rendőrök itt viszonyítva például otthonhoz. Jó. Hát attól függ, mert ennek van másik oldala is, tudod, hogy viszont nagyon kemények is tudnak lenni, mert az életüket megféltik, tudod? Jaj, hogyha az van, igen, de így általában beszélve, hogyha mutatod, tudod, hogy például megbánás mutat le, ha megállítod, nem vagánykodsz, hanem mondod, I'm sorry, sajnálom, nem tudom, mit tudom én, nem figyeltem oda, és következőkor odafigyelek, akkor tudod, ha lássák rajtad, hogy te jó szándékú vagy, őszinte vagy, akkor elengednek. Igen, például, és én... New Yorkba mentem, 85 mérföld per órával siettem, hétvégén hogy mentem buliba, persze rendőr megállít, azt mondja, hát hova siet, na, mi ez a sietség? Egy csónim voltam, csak egy rövid nadrág volt rajtam, és mellettem volt a gitárs, egy láda sör. Mondom, hát nem sietek igazából, csak hát menjünk buliba. Ja, mondtam, sajnálom, és így csúcsot, nagy megbánópofát, felvágott sem, elengedett, nem adott tiketet sem. Különben neked mi volt a emlékezetesebb, vagy mi volt a kérdés? Ki volt a legrosszabb élményed Amerikában? Vegan hát tényleg szépen nekem az volt, amikor egy nap jövök haza, és megkapom a papírokat. Nem is voltam itthon, mikor kijött a Code Enforcement, ugye az egyik Shackfile szomszédunk rám hívta őket. Kijövök és a papírokba az állt, hogy a lakókocsiból tessék kiköltözni, eltávolítani a területről, azt a kulipinkjót, amit oda épített, azt le kell bontani, mert nincs rá engedélye, és így tovább tudod, így, hogyha ezt nem csinálod meg, akkor jön a büntetés, először $500, $1000, utána lint tesznek, mit tudom, tehát olyan, hogy mindennek vége, tudod, elvettem házat, földet, lakást, mindennek vége. Na, akkor azt mondtam, hogy zárhatom be a boltot, a farmot sem, mehetek vissza a Connecticutbe számítógépet javítani. Na, de aztán tudod, egy kicsit először ijesztő volt, de aztán utána lementem oda, és beszéltem velük, és mondtam, adjanak egy kicsi időt, és elrendezem a dolgokat, mert pont meg kellett fellebbezzem a farm besorolást, hogy kapjam meg. És azt mondták, oké, nyugodtan csak adunk egy pár hónapot, intézd el a dolgaidat. Úgyhogy rendesek voltak, csak ez olyan ijesztő volt, tudod, mikor megkapod a papírokat, írja fehéren, feketén, tudod, hogy ezt csináltad, rosszul ezt csináltad, ez nem jó, ez illegális, minden illegális, és ki leszel, tudod, baj lesz, ebből megbüntetünk, és le kell bontsd az épületet. Ja, váltsál egy demo permitet, azt is írta rajta, hogy kell, váltsak egy engedélyt, lemenjek fizesse, vár csak egy demolition, egy lerombolási engedély, és romboljam le a házat, de hát engedély még nem azért is engedély kell, hogy leromboljon. Jó. Na, de aztán végül jó sült el a dolog, tudod, mert megnyertem a fellebbezést, és most békén hagynak, utána azóta se hallottam már róluk, úgyhogy jó sült el a dolog.
Vili. Ja, nekem úgy igazából nem volt olyan, most ez olyan nehéz kérdés, mert legrosszabb élmény, hát sok rossz élmény van, meg sok jó is. Hát most én nem kerültem soha azért olyan helyzetbe, hogy letartóztassanak. Egy párszor állított már meg rendőr, de például, hát oké, akkor beszéljünk arról, hogy mi volt a legmelegebb, hogyha már rendőrökről beszélünk. Mentünk a haverommal este egyik faluból a másikba, amikor még innen egy kicsit északabbra laktunk. Volt egy barátnője, és ő ilyen tanyán lakott. És akkor mentünk át az egyik faluból a másikba, és hát 21-22 évesek voltunk, és tudod, töripek, 30-as sör be a kocsiba, útközben, egy olyan 20-30 perces az út az egyik helyről a másikra, be a sörök, tudod, 1, 2, 3, egyszer csak így már üvöltetjük a zenét, már emlékszem még a Erika C. és Robby D-t hallgattunk, érted meg ilyeneket. Erika C., Robby D. És ezt figyelt, hogy üvölt a zene, minden haverom vezet, isszuk a söröket, minden, de akkor már tudtuk, hogy nem lehet autóban inni, meg utcán, és egyszer csak így valahogy így a jobb tükörbe nézek, vagy így látok ilyen kék, meg piros, tudod, ez a változó fény a tök sötétbe, és akkor mondom, hátranézek, mondom, rendőr van mögöttünk. Húj, de összepostuk magunkat, minden, érted, már ott már dobáltuk hátra, meg át a sörös doboz hátul az ülés mögött, meg minden, és ezért félrehúzottunk, a rendőr meg így fogta, kikanyarodott, és ment tovább ezerrel. Tehát valami hívása volt, de mi akkor hirtelen azt hittük, hogy minket kapcsol le, vagy nem tudom. Tehát ez volt így a legijesztőbb, aztán, hogy legrosszabb élmény, hát ja, a legrosszabb élmény, amikor az exemtől elváltam, és pont akkor fejeztük be a házat, az utolsó szöget bevertem a falba, és akkor hát, hogy ő nem boldog, aztán ez egy dobbantás. Akkor a házat vitte, a kocsit vitt mindent, mi? Ja, hát a kocsit előtt összetörte. akkor erre megválaszoltunk, ja. Igen. Oké, vegán honnan vagy Erdélyből? Vízivásárhely, kovasz, nem megyem. Egy kicsi városka, 20 ezer ember, 22 ezer ember. Mindenki ismer mindenkit, mindenki tud mindenkit, mindenkiről. Uh-huh. Az most nem olyan meg. Kicsi, az a 20 ezer, az nem olyan kicsi. Nem? Hát jó, de kisváros. Ja. Vegán, mikor ettél utoljára húst? 2010-ben, 5 évvel ezelőtt. Már 5 éve? Jó. Telik, rohan az idő, én se jövő közben a kígyem. De először vegetáriánus voltál, és úgy lettél vegán, vagy hogy nem, volt elég, ez? Elég hamar átálltam. Hát belé telt egy pár hónapba, egy 5-6 hónapba belé telt, míg teljesen átálltam. De jó, jó, előbb leszálltam a disznóról, és a marháról, utána leszálltam a halról, utána a csirkéről. A sajtot volt a legnehezebb feladni, tudod. De sikerült ezt egy pár hónap után azt is így, ja, így maradt az zöldség, a gyümölcs, meg ilyen-olyan legumok, tudod, de pityóka, meg rizs, meg bab, meg ilyesmi, láncsa, stb. Hogy minden. Magyarázd már el nekem, hogy mi ez a vegán, mert én ez nem tudok, mi ez a vegán, ez miért másabb, mint a vegetáriánus, mi a vegan, mitől? A vegan végül is... Sokan azt hiszik, hogy ez csak egy étrend vagy egy diéta, de hát tulajdonképpen egy életfilozófia, ami azt mondja, hogy az állatok is érző lények, és hogyha nem nincs szükségünk rá, akkor miért öljük meg. Úgyhogy ugye egyik vetülete ez, az állatok iránti ugye kegyelem, hogy ha nincs szükségünk rájuk, akkor ne igazzuk le és ne öljük meg őket. A másik vetülete ugye meg egészségileg, mert az most már köztudott is ugye, hogyha sok húst teszel, az nem leszel egészséges, de viszont a gyümölcsös zöldséget teszel egészséges lesz. És a harmadik pedig a környezeti okok, az állatgazdálkodás nagyon romboló a környezetre, levágják az esőerdőt, meg
meg az összes szója, amit meg kukorica tármálnak Amerikába, azt a 80-90%-át az állatoknak tármálik, úgyhogy rengeteg friss vizet elfogyasznak. Tehát nagyon energiaintenzív és környezetszennyező, egészségtelen, meg etikailag, és tudod, 150 milliárd állatot ölünk meg minden évben. Ott az óceánoknak van közel 90%-a ki van fogva. Úgyhogy tudod, környezetromboló, egészségtelen, tehát, és immorális is, úgyhogy ez mindent összefoglalva, tudod, ebben én azt láttam, hogy ez egy nagyon, nagyon jó életfilozófia, meg életmód, úgyhogy azért választottam ezt. Oké, én ezt vágom, ezt az életfilozófia részét, meg hogy nem eszel húst, hogy ne öljük az állatot. De most már az állatok, amik élnek, azt nem értem, hogy a teljes terméket miért nem lehet enni, mert ha te most nem eszed a tejest meg a sajtot, tehát te nem adsz kegyelmet az állatnak ezzel, mert akkor csak belefog a tőgyibe, benne marad a tej, meg ilyesmi, és az fáj neki. Tehát az, hogy tejet nem, meg... Ez nem működik, mert ugye mesterségesen termékenyítik meg azokat a teheneket, benyúlnak a valagába, ugye teszik a pecskendőt, hanem nem lenne tárás a tehén, az nem a tejet. Ugyanolyan a tehén, mint az ember is, mint a nők, tudod. Ha nem lesz tárhás, a tejet nem ad. Tehát mesterségesen megtermékenyítik, ami végül is megerőszakolás, mikor megszüli a gyermekit, ugye a borjút azt elveszik tőle, állopják a gyermekit, és utána lopjuk a tejet addig, amíg tudjuk. Tehát végül is a tehén az nem ad tejet, hogyha nem termékenyíted meg, akkor soha nem ad a tehén tejet. És az emberek nem vagyunk mi borjuk, tudod, tehát a tej a kicsi babának van. Úgyhogy ez egyféle bestialitásnak lehet tekinteni, tudod, egy más állatnak a csecsit szopni, tehenet szopunk, a mély szopunk tehenet, felnőtt emberek, tudod. Különben én azon elgondolkoztam, hogy az az első ember, aki kitalálta ezt, hogy ezt meg kéne kóstolni. Ja, hol volt az esze, meg lehetett észre. Hogy játszoltad ott az le, hogy akkor most így bement, talál, és akkor rácsatlakozott, vagy az a legelső az ember, aki megkóstolta a tejet, az egy kicsit... Hallod, de Csarni, szerintem az történt, hogy azelőtt megevett valami árjegy gyümölcs, hogy be volt rúgva, biztos. Csak aláfeküdt a tején alá, rácsatlakozott a tőgyire, azt itta. De most de ugyanez a tojásra, nem vonatkozik, nem? Mert a tojni... A tojásra nem, mert azt ugye végül is minden állati termékre valamilyen szinten vonatkozik, ugye, mert az állatokat ugye le kell igazuk, és be kell zárjuk egy ketrecbe, mert hanem nem lenne. Tehát végül is leigazod az állatot, ott van az első rossz lépés. De hát ugye a tojással meg egyik problémák vannak, ugye a koleszterol, ami eldugja az ereidet. Tehát annyi koleszterol van egy tojásban, egyetlen egy tojásban 200 valami milligram. Egy tojás túllépi a megengedett adagot ahhoz, hogy egészséges legyél, ez a USDA szerint is. Úgyhogy semmilyen eredeti terméket nem lehet az egészséges kategóriába tenni. Már ugye a zsír, a koleszterol, a transfett, meg a hormonok, meg stb. Minden. Úgyhogy, ja. Te akkor ezt igen betanulmányoztad az egészet, mielőtt elkezdted csinálni, vagy nem tudom, hogy jött ez az egész, hogy utána néztél mindennek, mielőtt elkezdted. De utána hát könyveket olvastam el, meg évekig, tehát 5 éve ezt researcholom, és biztos akartam lenni, tudod, a dolgomban, hogy ne csinálják hülyeséget, úgyhogy elolvastam az összes tanulmányokat, a China Study-t, meg egy csomó könyvet, meg mindenféle research-ot, hogy biztos legyek, hogy... Tehát most már mindenki konfirmálja ezt, tudod, a WHO, a World Health Organization, meg a UN. A UN is azt mondja már, hogy nem fenntartható az ütemi húsfogyasztás. Ugye most főleg, hogy India és Kína is jön fel, a népesség egyre növekszik, ez nem lesz fenntartható, úgyhogy valami változás kell legyen. Mindenféleképpen, figyelj csak, nekünk szükségünk van az olyan emberekre, mint te, hogy én minél több húst tudjak enni. Jó, megspórol. Amit rajtad megspórolunk, azt majd én megeszem. Hát, ha már meg akarsz halni, akkor nyomjad végfelé. Figyelj csak, azt szerintem az nem csak azon múlik. Azt tudom, hogy nem segít. Nem segít, de legalább a punciát, érted? Jó.
Nem csak azon, de nagy rész azon múlik. Tehát amit megeszel, ott kezdődik minden, mit teszel a testedbe. Persze, egyéb is számít, ugye a mozgás, meg a friss levegő, meg a ne legyél stresszes, meg aludjál jó, meg igyál vizet, meg stb. Tehát sok vetülete van egy egészséges életmódnak, de ugye minden azzal kezdődik, hogy milyen ételt teszel magadba. Ja. Ja. Hát az is fontos a táplálkozás, de én hiszek a genetikában, tehát azért tudod, nagyapáink, meg... Már a genetika nem volás, hiába hiszel benne, mert tudomány, tudod, ezt megállapított, a gének azok úgy kapcsolnak kisbe, ahogy a környezet befolyásolja őket. Tehát you know, a gén van egy pár karakterisztika, tudod, a szemed színe, meg a hajad, meg van egy pár karakterisztika. De attól olyan nincs, hogy kövérség gén, tudod. Meg eszed a szemetet, kövér leszel. Eszed a dögöt, kövér leszel, a zsírt eszed, kövér leszel. És hogyha nézd meg az ázsiaiakot, az indiai, nézd meg akik sokkal, nézd meg az afrikaiakot, mit esznek kukoricát, nézd meg a dél-amerikai, mit esznek rizsát, meg babot, meg zöldséget, gyümölcsöt. Ázsiában rizsát esznek, nagyon kevés húst esznek, egy kicsi halat, vagy egy kicsi csirkét. És nézd meg, az emberek pittek, meg soványok, meg sokat élnek, úgyhogy nézd meg az amerikait, mit esznek. Cheeseburgert, hússal, tájás, az eredmény meg is van. Ezt én is mindig gondoltam, hogy nincsen dagadt ember, csak olyan, akinek nincs elég akaratereje, de nem tudom, hogy én be tudnék-e csecsalá vágni minden nap 30 narancsot, érted? Na jó, de te meg iszod, azt látom, mindig ezt az ájszteákat, meg ezeket az izéket iszod, azért a cukor az nagyon, azt most már én is azt mondom, hogy én nagyon szerettem, meg most eszem itt. Én nekem minden cukormentes, amit iszok, ez az egyik. A másik az kérdés még rosszabb. A másik kérdés meg az én életfilozófiám. Ugye vegánnak megvan a vegán életfilozófiám. Az én életfilozófiám az az, inkább éljek 60 évig boldogan, mint hogy szenvedjek 100-ig, érted? Mert ha vizet iszol, szenvedsz. Nem, hanem az, hogyha vizet iszol, csak hát figyelj csak, mi energia kell ahhoz 30 narancsot kifacsarni, baszki? Hát nem, van ideje, nézd meg, hát még ki se tapétázt a belül a lakását. Rám vár, megyek majd oda glettelni a falat. Menjünk akkor kérdésekre, nagyon önzőnek tűnik itt, hogy szegények itt kérdezgettek, mi meg itt csak nyomjuk a saját hülyeséget. Nem, hát a... Nem hülyeség, ez csak egy... Vegán, mióta élsz Amerikában, mióta élsz a farmodon, ezt már mondtad a múltkori adásban, de... 10 éve jöttem ki 2005-ben, úgyhogy májusban lesz 10 éve, és ide február 2013-ban élek a farmon, tehát kicsivel több, mint 2 éve a farmon. Oké, ezt megválaszoltuk. Zsömi üdvözöl minket, hogy ez az végre Amerika, azt látjátok. Na Norbi, Csarni Norbi. Itt a te kérdésed. Gyerekeid beszélnek magyarul? Nem ezerszer elmondtam már. Érten, én úgy mondanám, hogy a gyerekeim értenek magyarul, de nem igazán. A lányom az egész jól beszél, a fiam kevésbé. Nem igazán forszírozom rájuk, akinek tetszik, tetszik, nem tetszik, nem tetszik. Én erre azt tudom mondani. Mindenki azt mondja, hogy az én gyerekeim, mert hogy ők magyarok. Nem, az én gyerekeim amerikaiak, magyar szülőktől. Én ezt vallom. Az én gyerekeim itt születtek Amerikába, ők amerikaiak. Nem tervezzük, hogy haza akarunk menni Magyarországra. Valószínűleg nagyon kicsi az esély arra, hogy Magyarországon jobb lesz, mint Amerikában. Nagyon-nagyon kicsi az esély arra. Én csak azt tudom mondani, értik a magyart, mi itthon magyarul beszélünk, viszont 95%-ban amerikaiul beszélnek. Tudom, ezért már Vili egyszer betámadott, mert neki a barátnője amerikai magyar, de már nekem kommentáltál, hogy ő tökéletesen beszél magyarul, mert az ő szülei olyanok voltak, hogy nyomták neki. Én nem tervezem azt, hogy gyerekeim haza akarnak menni Magyarországra. A magyar nyelv egy nem olyan nyelv, amire azt fogják mondani, hogy sokkal jobb, hogyha több nyelven beszélsz, mert akkor ki akar magyarul beszélni most komolyan? Én nem azért, egyébként én lehet, hogy ezt úgy támadásnak vetted, de én ezt szép dolognak tartom, hogy meg nekik jobb, mert ez én szerintem úgy működik, hogy ha tud valaki gyerekkorában felvesz két nyelvet, utána a harmadikat, negyediket olyan könnyen felveszi, hogy el se tudod képzelni. A lányom tanul,
a lányom tanul spanyolul, meg most fog elkezdeni franciául. Azokkal sokkal többre fog menni, mint a magyarral. De tud, érti a magyart, meg beszéli, amennyire tudja. Én nem veszem arra az energiát, hogy idehozassak magyar tankönyveket, hogy megtanítsam írni, meg olvasni. Mert én úgy látom, hogy erre neki igazándiból nem lesz szüksége. Jó, az érthető, én egyet értek Csorniból, hogyha nem fogják használni, nincs amiért ezt rájuk erőltetni. Ja, nem kell erőltetni, én nem is azt mondom, hogy erőltetni kell, de mit tudom én. Már csak abból is mondjuk, hogyha most nem tudom, hogy a feleségednek is szülei, meg hol élnek, meg mint élnek, tudod, csak néha én ismerek családokat, tudod, és néha tök gáz, hogy kijön a nagyi, és akkor a gyerek az unokával nem tud beszélni. Tudod, én ezt értem, most is kint van az anyósom. Én nem azt mondom, hogy én tiltom őket a magyartól, mert hogy Istenem, én mennyire, én csak nem forcírozom, érted? Ja. Hazamennek Magyarországról, tanulnak minden a nagyiktól, minden. Itt nincs nálunk ilyen, hogy már pedig le minden nap magyar fogunk tanulni, hogy ne felejtsétek el a magyar. Én csak ennyit mondok ezzel. Hogy semmi nincs probléma, rájuk erőltetve. Így van, ez a saját dolgotok. Hát majd ők lehet, hogy majd maguktól majd egyszer úgy érzik, hogy magyar a vérem, és akkor tudod. Ja. Olyan azért mondom, is. Nem az, itthon mi magyarul beszélünk, ha hiszitek, hanem nem beszélünk itthon mi magyarul beszélünk, csak nekik könnyebb, megértik, amit mondunk magyarul, csak nekik angolul válaszolnak vissza. Ja. Most ezt mi most ültessem a sarokba, hogy már pedig le magyarul mondjad, vagy rátaposok a herédre, vagy mi? Vagy mit csináljak, érted? Gergőkém, mindenkinek megvan a izéje, hogy ki hogy akar élni, milyen egészségesen, meg az utolsó éveidet hogy éled le, meg ki mennyit fog szenvedni. Az élet az nem így működik. Te is tudhatod, te is keresztény vagy. Én nem abban hiszek, ami itt van, én abban hiszek, ami a túlvilágon van, Gergőkém. Én engem nem érdekel, hogy mennyit fogok szenvedni, mert én tudom, ha meghalok, azonnal abba a percbe, ahogy meghaltam, a mennyországba fogok kikötni, úgyhogy engem nem érdekel, engem nem lehet félelembe hozni a halállal. Én erre ennyit tudok mondani. Én így szeretem élni az életemet. Te egy egészségesen akarod élni, a vegán is egészségesen akar élni. Ő úgy szereti élni az életét. Én nem cigizek, egy alkoholt nem fogyasztok. Van, aki eszik a húst, meg van, aki nem eszi a húst. Én ilyen vagyok, akinek tetszik, akinek nem. Ennyi, kész. Én így gondolom. Csak mert volt itt egy kérdés, a Gergő barátomnak válaszoltam, amikivel állandóan ugye beszélünk nap, mint nap, de mondom, ide kiírtam már, elmagyarázom neki, hogy mi van. Amúgy Csarni, hogy a témában volt, alkoholt nem iszol. Én se is 3 éve nem ittam alkoholt. Én már 8-9 éve nem ittam semmi alkoholt. Miért döntöttél? Ugye egészségügyi okok miatt? Nekem valamilyen szinten benne van nekem a vallási szempontból is, egy pici szinten, ugyanis a Biblia kifejezetten nem beszél arról, hogy ne igyál alkoholt, de a Biblia nem beszél arról se, hogy ihatsz alkoholt, érted? Tehát én úgy döntöttem, hogy én egy olyan fajta életet akarok élni, amiben az alkoholnak semmi szükségem nincs, az alkoholra az én családi életembe. Nálunk nincs egy üveg sör se, egy semmi, mert egyszerűen nekem az alkohol, az nincsen semmi pozitívat, nem tud sehova rakni. Abba az alkoholba semmi jó nincsen. Abba semmit nem tudsz mondani, ami jó. Mondják azt, hogy hát pedig a vörösbor az egészséges, minden nap egy pohár. Nem a vörösbor egészséges, hanem a szőlőlé. Nem az alkoholba vannak meg az egészség dolgok, hanem a szőlőlébe, szőlőlevet lehet inni alkohol nélkül is. Pontosan. Pedig nekem az alkoholista, a magyar orvos, aki itt a házi orvosom volt, mert hát ugye miért ne, hogy mégis magyar orvos, tudod, azért támogassuk egymást, meg mit tudom én, ő egy nő, tehát a full alkoholista, tehát látom minden ilyen összejövetelen buliba, legalábbis amikor még jártam, mindig totál részeg volt, meg a férje is abba halt, meg ő is orvos volt. Ő nekem azt mondta, hogy az alkohol az jó a koleszterinre. Az leviszi a koleszterin. Az rengeteg cukor? Persze. Hát jó a koleszterinre, mert hamar eltesz a láb alól, ja. Ja, mája cétrobban meg az agyad elmegy. De orvos ilyet mond, érted? Tehát, hogy... Én se vagyok alkoholpárti, mert több okból is, tudod, rossz élményeim voltak, így egészen ilyen serdülőkorban.
belőle, meg én úgy gondolom, hogy az alkohol az, ami igazán tönkretesz kapcsolatokat, házasságokat, családokat, nem való semmire. Most persze, aki tudja a mértéket, mindent lehet mértékkel, tudod, tehát most az, hogy hétvége van, megiszok egy sört, vagy valami, de meg én nem is bírom, én három sör, aztán olyan másnapos vagyok, mint a kutya. A kutya másnapos? Vegán. Nekem az alkohol tényleg, nem az, hogy engem nem él. Ha valakinek úgy akar élni az életét, hogy iszik az igyon, hát semmi nincs abban, mondom, mindenkinek más. Vegán zöldséget eszik, én meg székelykáposztát hússal. Ő egy székely, aki káposztát termel. Tehát ő úgy egy székelykáposzta, érted? Én meg hússal eszem. Na azért, ez nem arról van szó, hogy nekem nincsenek ismerőseim, akik nem isznak. Én úgy döntöttem, hogy nekem az alkoholra az életemben nincsen semmi szükség. Na most, ha arról beszélnénk, hogy kimegyek, azt megtekerek egy zöldet, érted, azt elszívnék egy füves cigit, azért lehet, hogy más nekem azt mondja nekem, hogy ó, mert egy drogos izé vagy. Egyébként nem szívok, csak én azt jobban pártolom a füvet, mint az alkoholt, érted? Én is jobban pártolom, csak meg én csináltam is, de már most már azért tudod, itt közel 40, kinőttem, mondjuk azt, hogy kinőttem, tehát jobb, százszor jobban, tehát nem láttál még füveseket gyilkolni, meg verekedni, meg kocsmába egymást késelni. Azok csak leülnek, mert minden olyan király, mert gyere, együnk valamit, mert nagyon király, mert ülj le velem, mert everything is good, man. Tudod, most már legalizálják sok helyen egyébként a Magyarországon. Igen, nem az tudnánk. Is lesz. Az is lesz Magyarországon. Országos szinten legális lesz, egy pár évet adok. Szerintem 5 éven belül Magyarországon, ja. Meg az egész világon. Mert egy olyan dologról beszélünk most, egy olyan dologról beszélünk, ami kinő a földből, érted? Amit a Jóisten ide teremtett nekünk, aminek rengeteg gyógyhatási módszere van. Az olyan emberek, akiknek bennük van a rák, meg ilyesmi, akik nem tudnak enni, étvágyat ad nekik. Az epilepsziás gyerekeknek, jó, nem azt az epilepsziás gyerekeknek nem úgy adják, hogy megtekerik azt izé, de ki tudják belőle vonni azokat az anyagokat, amitől egy epilepsziás gyereknek lecsökkentik az epilepsziás rohamait nagyon sokkal. Ruhát lehet belőle csinálni, minden, érted? Viszont a fájdalomcsillapítóktól, meg minden ilyen szartól naponta 100 ember hal meg, érted? Mert ilyen heroin alapú fájdalomcsillapítókat, meg ilyesmiket csinálnak a gyógyszeriparba, azzal senkinek semmi problémája nincsen. De az a dolog, ami kinő a földből, megtekered, elszívod, azzal semmi gond. A cigaretta, amitől rákos leszel, gyógyszereket kell szedni, amitől beteg leszel, azzal sincs semmi gond. De valami, amit csak simán, minden nélkül el tudnál szívni, azzal nekik bajuk van. Miért? Ja, mert nem tudják megadóztatni. Ennyi az egész. Ennyi. Most már Colorado-ban adóztatják. Ja, azért mondom, ezt meglátja mindenki, és az emberek sokkal nyugodtabbak lennek, és nekem ne jöjjön senki olyan baromsággal, hogy a drogos úgy kezdi, hogy a füvet szívoszt, utána megy heroinra. Nem. Az a drogos, az nem fog, a füves az nem fog heroinra menni, az amúgy is ráment volna heroinra a fű nélkül is. Azért a fű az nem egy ilyen gateway drog, mert akkor mindegy. Ne menjünk bele, mert csak annyit szeretnék hozzáfűzni ehhez a drogos dologhoz, hogy az állam tiltsa is több százezer embert csuk börtönbe ez miatt, a marihuana használat miatt. Nem tudom a pontos számot, de azt hiszem összesen 800 000 ember körül van börtönben non-violent crime miatt, tehát nem olyan dolgok miatt, ami nem, tehát nem ölnek, nem rabolnak, nem, tehát ilyen drogok miatt. És ez szörnyű, mert azoknak az embereknek az életi tönkre bosszak. Egy olyan dologból, hogy elszívott valamit, ami a földből kinő. De különben hülyére ihatod magad, hülyére cigarettázhatod magad. Figyelj csak, az alkohol tönkreteszi a vájadat, vesédet, minden szart. A cigaretta nem jó semmire. Meg százszor nagyobb a lehetőség arra, hogy egy részeg karambolozni fog. Egy füves
nem fog karambolozni, mert az csak hazamegy, leül a izébe, a couchra, oké, men, rendeljünk egy pizzát, men, olyan éhes vagyok. És nem tudsz annyi füvet szívni, hogy túllőd magad. Egyszerűen nem tudsz meghalni túlfogyasztásból, a fűnek a túlfogyasztásából. Most ez úgy tűnik, mintha én állandóan itthon itt fűveznék, hogy annyira pártolom ezt az egészet, pedig nem fűvezek, érted? És egyszer próbáltam, kis, akkor is részeg voltam, ez még egy pár évvel. Jó, hát mit ég, valamit éreztem, egy pár hülye gondolat jött, ugye elkábultam, aztán kidőltem, tudod, de... Jó, én nem használom, de persze mindenki ezt saját magának kell eldöntse, tudod, addig, amíg nem ártasz egy másik embernek, másoknak nem ártasz, addig azt csinálsz, amit akarsz, nem? Jajjaj. Hát úgy volt a sztori, tudod, de múltkor utána néztem ennek, hát úgy kezdődött, mikor volt a Prohibition, ugye a szesztilalom itt Amerikában a 20-as években, akkor mikor a végéhez járt, és ezt a törvényt visszavontak, mert ugye hülyeség volt, akkor a sok embernek kellett munka, tudod, és azt találta ki az egyik agyas a száztilalomnak ott az egyik vezéren, hogy mivel a száztilalomnak vége, akkor kezdjük tiltani egyéb drogokat, ugye. Ezért kezdték a füvet kriminalizálni, miután a száztilalomnak vége lett. Ennyi volt az egész, a munkahelyeket meg kell tartani, tudod. Ja, úgyhogy... Hova lett nekünk a izén? A Willing hova ment? Elment? Megtekert egy dzsongád? A hót látszunk! Na, visszajött. Bocsi, csak slagolni voltam. Okay. Lépjünk tovább, közben... mert van... Ja, de van egy csomó kérdés, és nekem már nem sokára menni kell, mert lányomat kell vinni énekórára, úgyhogy pörögjél bele egy kicsit. Oké. Kinek milyen végzettsége van, ehhez hozzátartozik, az is volt egy másik, hogy vegán neked, mit tudom én, hol van, informatika, vagy agrár végzettséged van? Autómérnökit végeztem otthon Brassóba, de agrár végzettségem nincs, meg számítógépes végzettségem sincsen, ezt úgy tanultam, itt tudod, de csak úgy fejeszettem. Uh-huh. Csak elővette a kapát, és akkor jött hozzá a farmozásja. Nekem a végzettségem, én cukrász vagyok, én otthon szakmunkásképzőt végeztem, cukrász a szakmám. Én is szakmunkás, festő. Nehéz lett volna kitalálni. Nem, hát tudod, ez soha nem bocsájtom meg magamnak, hogy meg a régi rendszernek, tudod, mert én még voltam kisdobos, úttörő, hát tudod, te is. Még részesei voltunk a kommunizmusnak. Az osztályfőnök azt mondta, hogy válasszatok egy szakmát, mert itt vagyok én, mint tanár, és kevesebbet keresek, mint a akkor nyílt Pesten a nyugatinál, mi volt az, Skála metró, vagy mi a lószar, ez a, most plázának számít, de tudod, akkor még csak Skála metró volt, hogy mi többet keres ott a bugyiboltban az eladó, mint én, mint tanár, két diplomával. És ez valahogy így tudod, így akkor így belém rögződött, aztán szartam az iskolára, szartam mindenre, de valahol tudod mit, itt a párom két diplomával munkára megy, azt mondja, hogy nem bír egy helybe ülni egy irodába, érted? És én se bírnék, tehát tudom magamról, hogy nem bírnék egy irodába vagy egy számítógép előtt ülni egész nap. Nézzétek Székely Vegánt is, ő se bírta sokáig, tehát ez kinek mi? Aztán van, akinek meg úgy el van, tudod. Hát a mai világban az úgy van, tudod, hogyha akarsz egy diplomát, csak akkor menj egyetemre, hogyha olyan szakmába kell dolgozz, ahol amit az állam kontrollál, tudod, tehát nem lehetsz orvos, ugye egy license nélkül, diploma nélkül, meg mérnök, meg ilyesmi. Tehát, hogyha azt akarod csinálni, és tényleg azt nagyon akarod, akkor muszáj elvégezni azért, hogy megkapott a darab papír, tudod. Ami hülyeség amúgy, de az az államnak ugye a hülyeségei, hogy ők kell kontrolláljon, meg licencezzen mindent. De amúgy, hogyha olyan dolgokat akarod csinálni, ami nem doktor, meg nem ügyvéd, meg nem mérnök, akkor szerintem fölöslegesen egyetemre járni, meg elkülteni a pénzt, meg nem szükséges. Végülis el lehet menni, tudod, ha időd van, pénzed, hogy járjál egyetemre, ott lehet jó dolgokat tanulni, meg jó fejemberekkel összejönni, tehát érdekes tapasztalat, tudod, de nem szükséges. Tehát látom itt Amerikában is mostan nyomja Obama, hogy mindenkinek ingyen egyetem, ingyen community college. Persze ingyen semmi nincsen, ugye valaki valamikor, valamilyen formában azt meg fogja fizetni.
és mi az adófizetők fogjuk azt megfizetni, ugye? Tehát ingyen nincs semmi, de hiába lesz mindenkinek egy egyetemi diplomája, mert mindenki mosogat, meg burgeröket forgat, mert munka az egyre kevesebben, és egyre szarabb a munkahely, csak ilyen part-time jobok, részidős munkahelyek vannak, mert ugye a kormány a sok regulation miatt, meg a magas adók miatt a bizniszek nem tudnak lassan embereket alkalmazni, annyi a költsége egy üzletet futtatni. Igen. Itt van egy kérdés, arra gyorsan megválaszolok, én megnyertem a lottón a zöld kártyát, hogy ezt ki is ütheted. Én ezt sokáig feketén voltam, itt én beadtam minden évben, és megnyertük a zöld kártyát. Ja, kiütheted? Hol van. Mindegy, most majd kiütöm. Okay. Jaj, csak mondtam, azért válaszoltam az olyanokat, tudom, amire én bennek... Meg amúgy ezek, tudod, ez olyan kérdés, hogy igen, van mindenkinek. Azért mondtam, csak jaj. Követjük. Oké, hogy YouTube, ez neked szó, Csalmi, ez tipikus, most szabadultál meg tőle. YouTube ismeretség véget, mennyi magyarként segítséget tőletek Amerikával kapcsolatban általában? Heti egy, havi egy, stb. Köszi. Nekem általában hetente két levél érkezik, amiben valamilyen szinten akarnak, vagy küldjek nekik valami számítógépes alkatrészt, vagy segítsek kint munkát keresni, vagy hetente két ilyen segítséggel kapcsolatos dolog jön nekem. Nekem még nem jött, mondjuk én az egyik videómban le is szögeztem. Na, hogy... de én azt értem, csak te még nem csináltál olyat, meg te nem szoktál olyan izéket csinálni. Nekem azért jön ennyivel több, mert én már csináltam ilyen dolgokat, és azért próbálnak bepróbálkozni. Ja, meg hát persze híresebb, hogy na hát ennyi nekem. Nem azért, hanem, mert én már csináltam ilyen adakozást, meg gyűjtést, meg ilyesmit, ja, meg én már adtam másoknak, és nekem azért jön több, mert én tudják, hogy ilyen fajta vagyok, meg én segítettem, de nagyon szelektív vagyok, nem nézem az ilyeneket. Ugye egyszer-kétszer tényleg jön, amikor én meglátok magamtól valamit, akkor úgy segítek, de azért, hogy írnak rám, attól nem hatódok meg. Igen. Ja, nekem jön egy-két kérdés, három kérdés egy héten. De így inkább kíváncsiskodásból, hogy ez hogy van, meg az hogy van, azokra válaszolok. Nem az volt a kérdés, hanem hogy segítség, nem kérdés, hanem hogy anyagi segítség, vagy ilyesmire, az kérdezték. Nem segítséget kérnek tőled. Mondjuk az is segítség, egy tanács, tudod? Ja, tehát tanács. Akkor terveztek közös videót, Csarni, Vegán, ha már olyan közel laktok egymáshoz? Persze, hát majd mondtad is, hogy mész majd le a családba. Lemegyünk meglátogatni, de amikor azt mondják, hogy olyan közel laktok egymáshoz, ezt úgy képzelik el, érted, hogy Floridába vagy te is, meg én is, akkor az már én csak felmegyek a buszra, azt leszállok nálad. Azért te Naplesbe laksz, az innen körülbelül legalább egy 2,5 óra kocsival. A három órát kell számolni, mert ugye még megállsz egy kicsit, a három óra, 3,5. Ja, az nem úgy van az, hogy csak átugrok hozzá, de majd meglátogatjuk, amikor már lesz villany, mondjuk. Ja. Jó van, akkor megyek le. Ja, az a Gergely, ő a barátod, vagy Dömötör, vagy Gergely Dömötör. Oké, sziasztok, nagyon jó a műsor, mindhármatoktól szeretném kérdezni, az elkövetkező pár évben van-e reális esély letelepedésre az USA-ba, egyetemi diplomám lesz animációból, szóval művészeti pályán helyezkednék el, de bármit elvállalnék. Válaszoltok gyorsan először, mert utána el fog menni ez a gondolat, hogy én szerintem animációból teljesen mindegy, hol vagy. Tehát, hogyha ilyen komputer guru vagy, akkor nézzétek meg Székely Vegánt, onnan a kis farmházából bármikor összeült egy weboldalt, vagy bármikor megszerel valakinek a komputerét, tudod, ezzel a screen sharing-gel. Művészeti pálya, hát ja, először is művésznek kell lenni otthon, és akkor felfedeznek, akkor úgyis ki fognak hívni, én úgy gondolom. Tehát ez az én véleményem, hát halljuk akkor a többieket is. Én most dolgoznak rajta olyan dolgokon, szeretnék az emigrációt, meg eléggé el van itt menve mindenfele Amerikába. Most dolgoznak egy olyan törvényjavaslaton, amin nem fognak soha az életbe sem megegyezni, de szeretnék megadni, hogy könnyebben tudjon az ember papírokat szerezni, 5 perc is mennem kell, hogy könnyebben tudjon az ember papírokat szerezni, de inkább a papírokat a felsőfokú végzettségűeknek, az igazán olyanoknak, akik nélkülözhetetlenek Amerikába, így
a papírokat szerezni, hogy majd egy festő vagy akármicsoda le tudjon így helyezkedni, abból van elég itt így nehéz. Nem nehéz a papírokat megszerezni, ha beleszerelmesedsz, valakibe elvesz feleségül. Lehet letelepedést kapni. De csak így, hogy te odamész az amerikai nagykövetség, és azt mondod, hogy le akarsz telepedni Amerikába, így azt fogják mondani, miért. Vagy tegyél le az asztalra 500 ezer dollárt, és csinálj itt egy üzletet, és akkor megkapod, de csak úgy, hogy fogják, ennyire nem fogják megkönnyíteni, hogy alig várjuk, hogy gyertek, mert van elég bejövő, és válogatni fognak belőle. Na, akkor én is válaszolnék, ja. Ja, a diplomát meg a művészeti azt szerintem félretehetett, hogyha igazából ki akart jönni, akkor beszélj emberekkel, keres egy kapcsolatot, keres valakit, aki adna neked munkát, és valahol egy alaksori tudod, ahol el tudsz szakni. Gyereki, dolgozza a gyűjtsépénzt, és ez így működik, és majd egyszer tudod, minden 10 évben hoznak egy amnestiát, egy immigrációs törvényt, és akkor megkapod a papírokat, vagy megnősülsz, vagy férhez mész. Szerintem, ha igazán ki akarsz jönni, gyűjts egy kicsi pénzt, keres itt egy munkát, és gyerek is, ne foglalkozz azzal, hogy hivatalosan soha se jutsz ki. Oda sok pénz kell, sok idő, otthonról ezt nem lehet elintézni. Ki jössz, itt áll vagy tudod a szürke az árnyékba, áll leszel, csak kell keresni tudod egy kapcsolatot, egy munkát, valaki, aki felvesz meg, hogy tudjál indulni. Azok és nem mi vagyunk, azok nem mi vagyunk. Hát figyelj, mi lehet nem tudunk direktbe segíteni, de lehet, hogy lesz olyan, aki nézi, amerikai magyar nézi a beszélgetést, és azt mondja, nekem kell egy jó magyar ember, tudod, valahol fórumokon, Facebookon, meg YouTube-on, tudod, ajánlások kellnek, hogyha van valaki, aki igazán ki akar jönni, és tud szolid ajánlásokat mutatni, akkor lehet azt mondja az illető helyi magyar, akinek van vállalkozása, oké, te úgy néz ki, hogy jó munkaerő vagy, gyerek is van munka. Tehát ugye Castiel is kijött, meg sok egyéb példa van erre, úgyhogy hogyha erre van érdeklődés, akkor lehetünk mi egy olyan segítség, tudod, hogy megcsinálni ezt a kapcsolatot, aki ki akar jönni, meg helyi munkaadók közül, soha nem tudod, hogy hol jönnek össze a kapcsolatok. Ja. Még mielőtt elmegyek erre a kérdésre, nagyon szeretnék válaszolni. A heggesztő szakma az nagyon-nagyon jól tudnak keresni a heggesztő emberek. Az borzasztó hiány van belőlük, és nagyon-nagyon jó pénzeket keresnek a heggesztők. Ja. Ezt akartam én is mondani, hogy az nagyon jó szakma itt a heggesztő. A vashoz itt minden, ami vassal kapcsolatos. Heggesztő, karosszéria, lakatos, ezek jó szakma. Az nagyon ritka a jó szakember heggesztésből, abban borzasztó pénzeket tudnak csinálni. Nekem mennem kell, srácok, tényleg a lányomat el kell vinni. Köszönjük örülök, szépen, hogy itt lehettem, Charlie, remélem, hogy meg csináljátok tovább. Őrben, de beszéltünk, Csarni, jó éjszakát. Csináljunk majd még egy ilyet, mert látod, mi itt vagyunk, mi össze tudjuk hozni, mert itt vagyunk, egy időpontban van nekünk, és az emberek szeretik nézni ezeket a dolgokat. Meg érdekli őket, mert igazából, tudod, én megértem őket, hogy érdekelt, engem is érdekelne, hogyha otthon lennék, meg ezért jöttem ki, mert érdekelt, hogy mi van ja, itt. Persze, bármikor, Csarmikám, aztán köszönjük, hogy bejöttél ide. A következőt a vegánnál fogjuk csinálni, jó? Ja. Okay. De úgy, hogyha kimegy kívülre, hogy világosabb legyen. Ja. Meg ha már a villany bent lesz nála, nem kábelen kell lesz a szomszédtól lopni. Nem lopja, ő Barcelor. Na, én értem, jó van. Na, tényleg mennem kell, sziasztok. Oké, sziasztok. Hello. Fili, akkor mi még válaszoljunk itt a kérdésekre egy kicsit, okay. Nem? Oké, és hegesztőre válaszoltunk, akkor jelölöm a következőt. Ja, itt kimentem egy faluba, megkérdeztem a hegesztőt, mennyit dolgozik. Azt mondja, 75 dolláros órabérrel. Mondom, nem vagy szégyelős. És várjál, de a Unionban, tudod, mondjuk ahhoz viszont meg már papírok kellenek, meg ugye a hegesztőnek vannak ilyen végzettségei, tudod, hogy New Yorkban például a hát tudod, oda a nagy épületeket felkarcolókhoz, oda kellenek ezek a... Milyen kategóriák? Én nem értek a hegesztéshez, mit tudom én, van a... De ha valaki Magyarországról jön ki, tudod, akkor ő egy kicsi műhelyben fog dolgozni, úgyhogy, ja. Hát én megmondom őszintén, hogy szerintem kipufogó felhegesztésből is simán nagyon jó pénzt csinál egy hegesztő itt. Olyan, persze, csak ugye meg kell oda is egy kapcsolat, tehát kell keresni itt egy helyi magyar autószerelőt, vagy nem muszáj, hogy magyar legyen, csak valaki, aki ismer egyet, aki adna munkát. Tehát
az én mondom, hogy a kapcsolatom múlik minden, tudod. Tehát azért én tartom érdemesnek erről beszélni, mert én is ugye, hogy te is mondtad, hogy milyen érzés, tudjuk milyen érzés, mert mi is kijöttünk, és mi is azért jöttünk ki, mert otthon untuk a szart, és le akartunk lépni, és ugye nem menjünk vissza, tehát az azt jelenti, hogy itt jobban szeressük, mint ott. És aki nagyon el akar jönni, azt tudom milyen érzést, tudod, az megtesz mindent, és szerintem ezek a beszélgetések arra jók, hogy elindítsuk a témát, és ha valaki akkor nézi, tudod, soha nem tudod, hogy honnan jön a kapcsolat. Igen, igen, tudod, az, ami most már megvan a mai világban, én úgy gondolom, de hogy várjál, ez a draw, ez mi a picsáért jön állandóan. Már bocsánat. Mindig visszajön. Ja, visszajön. Tehát, hogy megnyerem az ötös lottót, mindhármatokat meglátogatom, erre valljátok gombot. Köszönjük szépen, Otto. Gyere, Otto, várunk. Várunk, de akkor viszont, ha megnyered, akkor a vegánnál találkozunk, és csinálunk egy nagy ilyen banánpartit, meg ilyen... Oké, ez jöhet a következő. Ez egy érdekes kérdés. Zolinak egyébként nagyon jó kérdései vannak, már múltkor is nagyon jók voltak. Éreztétek vala hátrányos helyzetben magatokat, amiatt, hogy európaiak vagytok? Én büszke vagyok rá, és szerintem vegán is, majd ő nyilatkozik erről. Ez egy olyan dolog, hogy a szomszéd fűje mindig zöldebb, és az amerikai az európait majmolja, az európai pedig az amerikait majmolja, hogyha ezt így nagyba így összképben nézitek, szerintem. Tehát, hogy itt az a menő, ha európai kocsid van, ott meg az a menő, ha Ford Mustangod van, érted, csak ez egy példa, de ez tényleg így van. Itt a lakás felújításokban is Európából jött ez, tapéta Európából jött, 6-szor annyiba kerül, mint ez, de mégis európai, tudod. Tehát, hogy igen, büszkének kell lenni, hogy európai vagy, az amerikai meg büszke arra, hogy amerikai. Te, vegán, mit gondolsz erről? Ja, hát én nem éreztem soha hatalmas helyzetben magamot az miatt. Tehát ugye, mikor a szájunkot itt kinyitjuk, egyből tudják, hogy valahonnan onnan vagyunk, de hát ugye menjünk vissza egy kicsit az időbe, hát Európából jöttek annak idején az amerikai hódítók, nem? Úgyhogy végül is itt legtöbb ember európai, lehet azt mondani. De éppen azért is, tudod, mindenki annyi felől jött, hogy itt végül is mindegy, tudod, megszólalsuk, megkérdezik a Central European or Eastern European, tudják, hogy európai az akcentusod, de nem volt soha gondom azért, tehát ja, az akcentust azt észreveszik, de azért, hogy most ja, nem tapasztaltam semmi hátrányos izét. Nem kell az ilyennel foglalkozni, itt nem arra megy, itt, hogyha tisztességes vagy, akkor tök mindegy honnan és milyen nyelven beszélsz, ja. Velem az első perctől kezdve annyira kedvesek voltak, és annyit tudtam, hogy yes és no. És annyira megértőek, próbáltak kérdezősködni, meg csak néztem, hogy miről beszél, meg. Tehát én egyetlen egyszer nem éreztem, hogy itt külföldi vagyok, és hogy ezért hátrányom lenne. Tehát, hogy... Nem, akkor a diverzitás tudod, hogy ilyen gond nincsen itt. Úgyhogy azért is szeretem itt nagyon, tudod, otthon több bajom volt az ilyesmivel, tudod, mint itt. Mert ugye otthon hol román voltál, hol széke, hol magyar, és mindenkinek örökké valami baja volt vele, tudod, az emberek nem hagytak békén. Itt kijöttem, itt aztán tök mindegy, hogy ki vagy, mi vagy, úgyhogy laza, na, szeretem. Igen, igen. Megvannak, na, tehát én nem azt mondom, otthon könnyen azt mondják, hogy az amerikai hülye, én nagyon sokszor hallom, hülye amerikaiak. Lehet, hogy hülyék a mi szemünkből, de az ő szemünkből meg mi vagyunk hülyék, hogy miért beszélünk mindannyian külön nyelvet, meg így Európán belül, meg hogy mit tudom én. Tehát úgy fogalmaznám, hogy mások vagyunk, tudod, hogy hát jó, mind mások vagyunk, de hát egyik se hülyébb, mint a másik, tudod. Mások.
valamilyen szinten mint hülyék vagyunk, az miatt az állam belénk várja a hülyességet, tudod, hogy ez a mi hazánk, sem mi vagyunk a legjobbak, ez a nemzeti hülyeség, de hát ezt ki kell dobni az ablakon, mert ezzel állítsak szembe az embereket, csak úgy, mint a vallással, tudod, az én vallásom, és az én Istenem az az egy, az igazi, a tiéd az hülye, tudod. Úgyhogy a vallásra nemzetet kell hanyagolni, a határokat áttörülni, és akkor lesz béke, addig nem. Ha valaki most menne ki, mi lenne jobb, ha bérelne egy szobát több magával, vagy venne egy lakókocsit az autóparkban dekkolna? Nem lehet itt autóparkban dekkolni, én úgy tudom. Ugye, vegán? Dekkolhatsz, ha veszel egy ilyen lakókocsit, csak ugye olyan parkba kell menni, ahol ezek megengedettek. Tehát egy kemping, ja, de eléggé drága, tehát itt az olcsó szezonban $500-600 a drágább szezonban $800-1000-ig, mert én is néztem ezt, hogy betegyem-e oda a lakókocsimot, tudod, az elején, amíg itt problémák lesznek a házépítéssel, meg ilyesmivel, de hát nem értem meg, tudod, nem akartam annyi pénzt kiadni, mert akkor vissza kellett volna, menjek, dolgozzak teljes időben, hogy tudjam azt fizetni. Úgyhogy ki lehet jönni, az a baj, hogy ja, a házat egy kicsit nehéz lesz bérelni, mert ugye kérnek referenciákot, meg social security numbert, meg stb. Úgyhogy lehet az könnyebb lenne, hogy venni egy lakókocsit, ugye, mert végülis az a baj, hogy kocsit is nehéz venni, tudod, ha nincs hajtásid, úgyhogy egy kicsit problémás, na, tehát végülis ezt úgy lehetne megoldani, tudod, ha kijön egy ismerős, vesznek egy lakókocsit, beteszi a lakóparkba, és ott te fizeted a havi bécs, akkor ugye el vagy, szerintem így a legegyszerűbb, jó? De amúgy van egy eladó lakókocsi, mert te árulod, nem? Olyan, nálam egy eladó, jó? Oké, azt megválaszoltuk. Szegény Szergej, pedig ezt már régóta látom, ezt a kérdést, de valamikor ez ám lecsúszik nálunk a listán. Közben ugrálnak, jó? Igen, és... mennyire lehet ezt most ki is választom, mert már régóta láttam, mennyire lehet megélni gipszkartonzásból, festésből. Másikra nem válaszoltunk, ami fent volt. De volt már neki kérdése, csak ez van, ezt látom most így régóta, mindegy, erre válaszoljunk, hogy mert én ugye festésből, te meg gipszkartonoztál, ez minden attól függ, de egyébként bármilyen szakmát nézünk, ugye vannak azért sláger szakmák, mint például a vízszerelés, de az itt ugye, tehát ahhoz ide úgymond license kell, tehát engedély kell. A vízszerelők keresnek úgy a constructionban a legjobban. A gipszkartonozás az egy olyan munka, hogyha mondjuk nem tudom hány éves vagy, Szergej, de mit tudom, elkezdett 25 évesen, és ha csinálod olyan 45 évesen, lerokkansz. A festés meg annyira attól függ, hogy mennyire teszed bele magad, milyen, tehát én azt csinálom, de 8-10 év volt, mire felépült annyira, hogy magamnak dolgozom, és vannak embereim, és most nem panaszkodom, na, nem vagyok milliómos, de nem panaszkodom. Ja, hát végül meg lehet én ilyen. Ugye gipszkartonozásból, meg festésből is, meg ugye, ahogy Willi mondta, és minden szakmából. Csak hát ugye függ az élet színvonalattól is, hogy milyen vagy, kőtekezős vagy sportolós, tudod. Hogyha egy kicsi házikóba áll vagy, és nagyon nem kőtekezel, akkor meg lehet élni. Úgyhogy függ ez nagyban attól. Az igények. És ugye megélni bármilyen szakmából meg lehet itt. Na jó, kényelmesen meg lehet élni, ez az egyik. A másik az, hogy nem szabad abba a hibába beleesni, ugye, hogy ide nagyon sok magyar, főleg akiket szerintem mindenki azért jön ki, mert ott nem volt jó, vagy anyagilag valaki lelki dolgoktól menekül, de inkább az anyagi az indok, ezt vallja be mindenki. Meg lehet mindenből élni, de viszont minden pénzt el is lehet költeni. Tehát ez egy olyan társadalom, meg ugye, amikor az ember eljut egy szintre, hogy keresi a pénzt, ugye, és egyre több mindent
megvesz, hogy boldogítsa magát, meg mit tudom én, aztán utána rájön, hogy na, ezek is csak tárgyak. Tehát nem szabad átmenni a materialista életbe. Én ezt csinálom. Azt se tett boldoggal, hiába vettem meg. Ja, azért a legjobb úgy nézni, hogy vegyél egy darab földát, építs egy kicsi házat, tehát már egy kicsi kaját magadnak se, így úgy sokkal kevesebbet kell akkor rá dolgozzál, tudod, úgyhogy ezt tudom én ajánlani mindenkinek, hogy tudod, kombináld össze a kettőt, egy szerény életformát és önfenntartó életformát, attól dolgozhatsz, amit akarsz, de kevesebbet kell dolgozni, akkor több idő lesz a családra, meg lazulni, stb. Mert ugye azt már mindenki tudja, ugye ez egy klisé, de mindenki tudja, hogy hogy attól nem leszel boldogabb, hogy több pénzt csinálsz. Tehát a lényeg az kell legyen, hogy mit ez boldogás, boldog, ugye a szabadság tud tenni, és hogyha nem tud szabad lenni, akkor nem lesz boldogság se, és hogyha sokat kell dolgozzál, akkor nem lesz se szabadság, se boldogság. Zsömi, tudod ki a Zsömi, nagyon jó fej, nagyon szeretjük. Menne hozzád egy kicsit fogyni, nincs felvétel? Hogy? Menne hozzád dolgozni a farmra, meg fogyni, nincs felvétel? Hát beszéltem az előző live-unkban, Vili, nem tudom, emlékszel-e, érintettem röviden a témát. Lesz lehetőség rá, most nincs ugye, mert még nincs meg az infrastruktúra, meg előbb házat kell építsek, meg vízvillanyban kell legyen, meg a kormányra dolgokat le kell rendezzem. Tehát gondolom, hogy valamikor majd jövőben, tehát 2016 vagy 2017, akkor majd tervezek ilyesmit, hogy ugye egy csoportot, 4-6 ember jöjjön ki 1-2 hónapra, segít egy kicsit a farmon, megismerkedik az egészséges életmóddal egy kicsit, hogy csinálni ezt a permakultúrát, stb. És cserébe a szállásét, meg kajáét segítnek a farmon. Woofingnak hívják, WWOOF, ez hogyha meggoogolozitek. Úgyhogy ja, lesz majd erre lehetőség, úgyhogy majd beszélünk még erről. Az tök jó lesz, mert én mindenképpen megyek. Én már előbb is tervezem, hogy megyek, tudod, a kis kikapcsolódás, meg Mi még nem találkoztunk élőben egyébként, aki még nem látta volna az előző live-unkat, pedig te Milfordon laktál, én meg Fairfield-en, az mennyire van egymástól? Egy fél órára, jó. Még annyi se, hát dugóba fél óra. Mi van a jamaikai sráccal? Én arról nem is tudok. Ó, a Rastaman. Ja, itt volt egy haver, egy fiatal srác volt. 21-22 éves volt, fiatal gyerek. Ja, vegán volt ő is. És elment Texasba, mert volt neki egy barátnője, és elmentek Texasba, Austinba szerencsét próbálni, és most ott dolgoznak, de múltkor a Facebookon kommentelt, hogy úgy volt, hogy visszajönnek ide, múltkor kommentelt, hogy nem boldog Texasba, és tervezi, hogy lelépjen, úgyhogy lehet hamarosan találkozunk vele. Igen? Jó. Oh. De jó fej volt, én láttam azokat a videókat, akkor itt még téged senki nem követett rajtam kívül, meg azon az öt barátodon kívül. Tudod, én néztelek a kezdetektől. De én nem tudtam, hogy ő jamaikai, nekem olyan fehérnek tűnik, de ezek szerint... Várjál, lát, összetévesztette. Nem Péter, nem az a hosszú ő srác, aki most volt itt. De ő is rasztaljú volt, nem? Nem, neki simma hosszú haja volt, meg szemüvegje Péternek. Nem a Péter, előtte egy előtte, aki volt, ja. De nem volt fekete. Hát egy kicsit barnás volt, de nem fekete. A fehér. Nem barnás fehér. Vagy, mert lebarnultál már. Barnás volt, de amúgy fehér volt, ja. Vili, meséltél már korábban az ideiglenes hazaköltözésedről, milyen volt megélni az a jövetelt, itt értem, ez alatt az amerikai államban újra belecsöpörni a magyar valóságban, amiből korábban elvágyódtál. Ez egy olyan sztori volt, hogy ugye elváltam, és ugye akkor voltam úgy, hogy a zöldkártyát hosszabbítani, mert először mindenki 2 éves zöldkártyát kap, és az ügyvéd azt tanácsolta, hogy menjek
mert ugye mit tudom én, az emigrációs hivatal elkezdett engem cseszegetni ezzel, meg mit tudom én, és az ügyvéd azt mondta, hogy menjek haza önszántamból, és akkor vissza tudok jönni másfél év múlva. És úgy is tettem, ezért is mentem haza, meg már nagyon vágytam haza, ugye 20 éves korodban elmész otthonról, 35 éves korodban visszacseppensz, mindenképpen egy kultúrsok volt, de nagyon élveztem, mert most nem, őszintén beszélgetünk, meg látjátok, hogy nincs felvágósdi, meg semmi, de felköltöztem a várba, a budai várba, belülre a várnegyedbe, ott béreltem egy lakást a párommal, béreltünk, és ott viszont folyamatosan külföldiek vannak az utcán, tehát aki volt már a várban, az tudja, hogy te voltál már a budai várban? Hát így turistaként csak így szétszédítem egy kicsit, ja. Na, én ott laktam abba a házba, aminek az aljába, a labirintusba le lehetett menni. Tehát benne a közepén, a vár negyedben laktam, és több mint, hát ott végül is a másfél évig, és nekem az egy annyira más világ volt, mint Magyarország, vagy Budapest többi része, hogy én abszolút nem éreztem ott Magyarországon magam, ott folyamatosan amerikaiak beszélgettek, japánok, külföldiek, ott akkor voltak ezek az utcai rajzolók, meg mindenféle, még volt ott egy úri csöves is, aki szóval nekem az egy nagyon nagy élmény volt. A megélhetés része az ugye elkezdtem ingatlanozni, meg ingatlanirodát is nyitottam, meg csináltam, de kicsinálnak. Tehát otthon csinálsz egy céget, cégelőgán, ez neked is mesélem, mert nem vagy gondolom mostában tisztában az otthoni helyzettel. Csinálsz egy KFT-t, hogy belekezdesz valamibe, az úgy indul, hogy 100-120 ezer forint per hó. Tudod, az egészségbiztosítás, az iparűzési adó, az anyupicsája adó, a minden adó, tehát megnyitsz egy KFT-t, és még nem adtál el egy gyufa szállat se, de már 120 ezerre tartozol, és akkor ez hónapra, aztán ugye hát persze összegyűjt nekem ott másfél millió tartozás a cégre, mert nem jött be a bolt, és eladtam a céget, mindegy, meg ki tudtam belőle mászni, de mindenképpen én azt mondom, hogy ha van pénz, meg ugye nincs az a napi rezsistressz, hogy most miből fizetem a számláimat, meg ilyenek, akkor szerintem Magyarországot ki tudom mondani így nyíltan, hogy az egyik legjobb hely, ahol élni lehet. Csak meg kell válogatni az embernek a barátait, meg kell válogatni a környéket, hol éljen. Nyilvánvaló. Tehát most ezt tudom, ez így kulcsán hangzik, hogy meg kell válogatni, mert na, de tehát szerintem kurva jó Magyarország. Én szeretem a nyers stílusával minden évvel együtt. Tehát ennyi volt az élményem utána. Magyar valóság, és ráadásul mondták, hogy a legrosszabb időben mentem haza, de akkor kellett, aztán visszajöttem, de ez megint egy másik téma, lesz majd egyszer, mert egy idő után átbillen az ember abba, hogy itt se olyan igazán jó, meg ott se olyan igazán jó, de valamiben meg kell találni a boldogságot, ezért is beszélek nagyon sokat a vegánnal, mert ő megtalálta, úgy látom, a boldogságát, de tényleg így érzem, és pozitívan sugárzik rám még így a monitoron keresztül is. Még mielőtt valaki félre értené, mind a ketten a nőket szeretjük. Akkor szia Erik, Erik Bodnár itt írja, hogy sziasztok, ő nekem, hú, tínédzser korunkban együtt piáltunk, meg bulisztunk ott Pesten, te akkora hatalmas bulikat csináltunk, Moment, a pestiek tudják, Moment, Fortuna, ez az amaz, mindegy, üdvözöllek. Ő Angliában él egyébként. Ó, Angliában él Erik? Igen, 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 hülye angolok. Nagyon jó volt. Kell csinálni egy live-ozást angol ismerősökkel, mert kíváncsi vagyok, hogy mi folyik ott Angliában. Igen? Jó.
Én is mindig kíváncsi voltam rá egyébként, de valahogy úgy... Nekem az unokatestvérem kint él Angliába, de hát nem beszéltem vele már, hogy 8 éve körülbelül, és azt se tudom. Nagyjából ugyanaz folyik, ami itt, én úgy gondolom, csak olyan szempontból nehezebb, és most ne vegye senki, meg nehogy azt higgyétek, hogy itt mi magyar gyűlölők vagyunk, máskülönben nem csinálnánk magyar csatornát, hogy nagyon sok az a kelet-európai ott szerintem, mert ugye meg könnyen kijutnak a magyarok is, és ugye a magyarnak van egy nagyon rossz tulajdonsága, hogyha mondjuk az egyik magyar egy évvel előbb kiért oda, az akkor oda hív magához egy pár magyart Magyarországról mindenféle újsághirdetésben, és jól lehúzza őket, meg átveri őket, meg kihasználja őket. Tehát ez sajnos, ezt tudjátok, a magyarságra ez jellemző, ez, hogy verjük át a lengyelek, az oroszok, a románok, mindenki sokkal összetartóbb, mint mi vagyunk. Ezt én így ki tudom jelenteni bármikor, és szerintem bármelyikünk. Nem, vegán, tehát, hogy a magyar valahogy nem tart így össze. Van valami benne, de szerintem én láttam más csoportokat is, tudod, olasz, meg lengyel, meg más, tudod, Connecticutben is. Ők is szivakodnak, tudod. Szerintem minden csoporton belül megvan ez valamennyire. És ez szerintem a kultúrának a hozadéka, tudod. Az emberek, ahogy annak idején felnőttek, és ugye itt az elmúlt évtizedekről beszélünk, a kommunizmusnak a hülyeségeit az emberbe belévárték, az iskola, amit tanítsa. Tehát rossz nevelés, tudod, az államnak a hibája ez, szerintem. Igen, hát a rendszer meg azért mi el voltunk verve mindenfelől, szerencsétlen magyarok. A gyermekkori trauma, tudod, a sok gyermek. Ja. Úgyhogy sajnos ezt tudod, ez generációváltás kell, valamennyire tudod ezt mi önismerettel, meg beszélgetéssel, terápia, meg filozófia, stb. Ez az ember ezt tud rajta változtatni, de hogy a nagy többsége megváltozzon, ez generációs kérdés szerintem. Idő kell átálljen még. A fiatal generáció remélhetőleg tudod most már annyira össze van mindenkivel kapcsolódva az információ tárját gyorsan, most már szerintem a következő generáció sokkal jobb kell legyen. Habár első látásra nem úgy tűnik, ugye már hűítik a fiatalokat is, de reméljük a legjobbakat. Ezért kellnek az ilyen beszélgetések, tudod, hogy ezeket a témákat beszéljük meg. Igen, cégalapítás, felhoztam a témát, ugye kérdezi, hogy megy a cégalapítás, könnyebb vállalkozni kint? Hát mondd el, egyszerű a cégalapítás, te is tudod, nem? Ja, hát mikor jegyeztettem be 2007-ben a számítógépes cégemet, otthonról gagyáson, úgy, ahogy most vagyok, a pizsomáson, ja, egy fél óra alatt megvolt, regisztráltam az adóhivatallal, regisztráltam az LLC-met, egy-két héten belül kiküldtek minden papírt, és indítottam az üzletet. És az érdekes dolog benne, tudod, mikor kinyitottam az üzletet, és volt egy alkalmazottam is, egy amerikai srác részidőben, senki nem jött, amíg ki volt az üzlet nyitva, 5 vagy 6 évig, 2007-től 2012-ig, senki vili a lábát be nem tette, hogy megkérdezze, hogy én ott mit csinálok. Mikor otthon kinyitasz egy céget, egy hét nem telik el, ma jönnek, nem tudom Magyarországon hogy volt, de Romániában úgy volt. Jöttek, ez van-e, az van-e, hol van, kasszagép, ilyen tömb van-e, olyan tömb van-e, pecsét, milyen, ez nem jó, az nem jó, büntetés, ilyen. Hogyha nem volt lefizetve mindenki, tudod, akkor jöttek a büntetések, arra ment ki a játéktól, hogy minél többet lehúzzanak róla, hogy megbotlasszanak. Itt Amerikát akar, ki akar, hogy szidja, tudod. De még mindig 50 dollárból egy céget bejegyeztetsz, és mész, és csinálod a pénzt. Tehát ugye, akarsz. Ja, ugye itt is levesznek majd később, ugye ilyen-olyan trükkökkel, ugye adó, meg unemployment, meg ilyen insurance, olyan insurance, tehát itt is megvannak, itt is levesznek, de mindenhol levesznek, tudod. De itt legalább nem startból gancsónak át, tudod. Hagyják, hogy egy kicsit szadja, tudod. Otthon olyan, hogy elindultál a lábbal, kitetsz, és már ne vagy esve.
de itt legalább hagyjak, hogy egy kicsit éjjél, tudod. Aztán majd ha ügyes vagy, megtanulod a kiskapukot, meg megtanulod, hogy játszod az a játékot, és akkor ki tudsz a dolgokról bújni, de legalább hagyjak, hogy elindulja. Így van. Én nekem is ez a tapasztalatom, hogy $60 egy cég, nekem már a harmadik, ugye, de hát ez, na hát erről beszélt Vegán, hogy majd kiskapukat kitalálod, de én szándékosan nyitok egy-két évente másik céget, és akkor zárom be az előzőt. Tehát $60, és akkor ha nem akar, tudod, hogyha nem akarsz, hogy mondjam, hogyha nem megy az üzleted, amit kitalálsz, nincs rá semmi kötelező fizetség, tehát hogy nincs itt, hogy iparűzési adó, meg ilyen adó, meg olyan adó, tehát azt te megnyitod, ha nem csinálsz egész évben semmit vele, akkor évvégén csinálsz egy nullás adóbevallást, és $0. Hát kivéve, hogyha KFT-d van, akkor van egy évi fee, $250 volt Connecticutban az LLC fee. Ja, hát igen, jó. Ja, de nem muszáj, hogy LLC-d legyen, lehet csak személyes céged, ilyen DBA, Doing Business, ez arra nem kell, ja. Tehát jó, de hát ugye $100-200 úgyis minimális amerikai szinten. De hát jó, ez az egyik fő dolog, amit itt szeretek, tudod, hogy békén hagynak. Hagyják, hogy végezz a dolgot, csináld a... Tudod, mondják amerikai rendőrállam. Hát persze, amit az állam művel, az szar, meg hülyeség, hogy mindent akar kontrollálni, meg lefigyelni, meg mindenhol katonai bázisok, meg háborúkat indít. De személyes szinten, tudod, ez nem érinti itt az amerikai embert. Végzed a dolgot, se békén hagy mindenki, hogyha tisztességes vagy, végzed a dolgot. Persze. A törvényeket kell betartani, ennyi a lényeg, aki ide kijön, hogy mindent lehet, csak tartsd be a törvényeket, ugye? De vannak azért idióta, meg hát számunkra idióta, de csak hogy hirtelen följött ez, hogy idióta. Én mindig idióta törvénynek találtam azt, hogy nem lehet az utcán inni alkohol. Na most, amikor hazamentem, és mentem a parkokba a kutyával, meg minden, és hogy azok ott vedelnek az utcán, és tudod, és akkor dobálják szét az üveget, mert részeg vagy, akkor ugye minden mindegy. Tehát az nagyon visszataszító volt, hogy alkoholizálnak az utcán, és ezt mind addig, amíg én ezt otthon most meg nem láttam, amikor most legutóbb ugye otthon voltam, addig ezt egy hülyeségnek tartottam. De igazából ezt meg kell érteni, mert úgy tudsz csak egy népet kordába tartani, nem lehet úgy, hogy most akkor 50 méterre a izétől a kisbolttól nem lehet inni, meg ilyenekkel. Úgy se érdekli őket, meg kiszámolja, hogy 50 méterre tényleg odébb lép és kész. Tehát vagy elvágod, hogy nem lehet, vagy akkor káosz van. Tehát főleg itt ennyiféle embernél, hát itt van mindenféle ember, hát csak az én embereim között van venezuelai, van perui, van mexikói, van szóval, tehát mindenféle ember van, mindenféle kultúrával. Ja. Akkor látod a felsőt, hogy téged is szóhoz jussalak egy kicsit, hogy mennyire hitelesek azok a hirdetések, amivel takarítói állást ajánlnak az USA-ba, de ezt otthon leérted, straight sucker? Nem, az USA-ba. Hát persze, hogy hiteles, hát most keresnek takarítót, figyelj, takarítót, tehát itt, aki azt mondja Amerikában, és ezért nagyon-nagyon ideges tudok lenni, amikor a szomszédházamban lakik egy mindegy milyen bőrszínű család, és az államnak a pénz, az állam fizeti a lakásukat, meg minden, mert hogy nincs munka. Nem, az állam fizeti, Vili, te fizeted, én fizetem, igen, az államnak nincs pénz, pont az állam állapja tőlünk, erőszakkal elveszi. Jó. Igen, és őket támogatják, de ez most bőrszintől függetlenül, mert a másik közvetlen alatt rakom egy fehér nő, és semmi baja, és életében nem dolgozott egy napot se, csak kitalálta, hogy ilyen baja van, meg olyan baja van, és kap, és fizeti. És a könyvelő mondta múltkor, ő egy nagyon őszinte ember egyébként, egy amerikai ember, hogy na ennyit meg ennyit kell most idén befizessél. De tudod mit? Miért nem viszed le a szomszédot, azt adod neki, itt van egy
mit a éves izét albérleted. Érted? Tehát ez az igazság, hogy sok az ingyen élő, pláne így az Obama által még több lett, és hogyha takarítani, tehát ilyenbe gondolkozol, én most holnap neked 66 takarító állást tudok szerezni. Tehát csak egy perc alatt. Itt ja. Körülöttem. Én azt hiszem, mit arra értik a kérdés, hogyha tudod, otthon látnak ilyen munkaajánlatokat, hogy Amerikába adunk állást, csak azokra kell figyelni, tudod, mert otthon én is leszívtam ezzel egyszer, ilyen internetes websájton volt, hogy ajánlottak állást, és küldtek ki, tudod, papírokat, meg mindent, kitöltöttem papírokat, visszaküldtem, és ez egy olajrigre, tudod, olajfúró ilyen platformra, és elküldtünk vagy $200, a haverommal fejánként $200 egy kanadai cégnek, és persze ja, nem lett belőle semmi, úgyhogy sok jára kell vigyázni, hogyha az ajánlat nagyon jó, tudod, akkor az azt jelenti, hogy valami gáz van. Tehát arra kell figyelni, hogyha már válaszoljak erre, hogyha ajánlnak egy állást Amerikába takarítói mondjuk, húha, nagyon szaggattál, vegán. Ugye a vízumot ugye már H2B vízum Hú, vegánul megszakadt, vagy én nem tudom, mi van. Ti halljátok? Húha, elment neki a adás. Köszönjük, Otto, a pozitív megjegyzést. Oké, Erik. Nagyon Erik. Jó a live, srácok, szeretem ezt a közvetlen hangnemet, humorról vegyítve, szimpatikus emberek vagytok, ezért vagyok rátok feliratkozva. Viri nekem a motoros szám, és videót nagyon tetszett. Nálam nagyon akad. Vegán úr eltűnt, biztos a mert ő a szomszédból kapja ugye az internetet. Hát megszakadt neki, igen, de majd jön vissza akkor. Erik, látom, jó kérdés. Amerika és az európai termékek között van-e különbség minőség megmunkálás terén? Hát van amerikai meg európai termék manapság. Itt már mindent Kínába gyártanak, meg Mexikóba, meg Magyarországon. Mondjuk Magyarország európai termék, tudod, csak hát azért gyártják ott, mert hogy ott olcsó a munkaerő. Tehát hát inkább a követelmények lehet mások, tudod, a visszajött már vegán, nem. A követelmények mások, a, tudod, a, na most érkezik vissza egy csokor banánnal a képbe. A követelmények mások, ugye, tehát, hogy a minőség ellenőrzés biztos más egy kicsit. Most, hogy melyik jobb, van itt is sok gagyi szar, meg ott is, nem tudom, kínai minden. Európai kocsi szerintem jobb, mint az amerikai, de már most már ez is kérdéses, mert most már az itteni mercik, meg BMW-k is elég szarok. Megjöttél, vegán, meg visszaértél? Ja, megszakadt, elment az internetem, elnézést kérek, az inter wireless-en jön meg, egy kicsit szar a service a DSL internetit. Úgyhogy, ja, most visszaértem, de lehet, hogy nem lesz túl jó. Működik? Alap.
Mert csak szaggat a hang. Most én például nem hallok. Ja, már egy error. Szegény errorozik. Na mindegy. Nincs meleged abban a szakában, fasza. Én azért szeretnék kimenni, mert azt a kultúrát, közeget érzem magamhoz közel. Szóval engem nem az anyagi része mozgat, hanem teljesen magával ragad, és a kultúrája itthon börtönben érzem magam, ez már felőről, napról napra, megértetek? Jó, meg... Megértjük is, meg nem is, mert itt is el lehet jutni arra a szintre, hogy ez a kultúra fel, ez mindenkinek a saját lelki világa. Tehát annyit tudok mondani, amit múltkor is mondtam már, hogyha menni kell, ha úgy érzi valaki, hogy menni kell, akkor menni kell. Akkor nem szabad maradni. Tehát, hogyha tegyük fel, én most holnap úgy érzem, hogy megyek Floridába, mert inkább én is banánt ültetek, megállna, akkor megyek. Tehát mindenki eljut arra a pontra, hogy na, most aztán ebből elég, és menni kell. Ez a véleményem róla. Tehát plusz a kultúra, hát a kultúra itt az, hogy a pénzt hajtod. Arra készüljön fel mindenki, hogy szerintem itt sokkal többet kell dolgozni, mint bárhol. Így van, vegány? Ja, egy kicsit szakadozik el nálam még mindig, te hallasz-e most, Fili? Én hallak, de miért nem mész ki akkor a ház elé? Már nem az a probléma, hát eddig jó tudod, hanem valami a modemmel vagy a routerában volt, de hát... Ja. Na, de most megy, úgy látszik. Na, hol voltunk? Volt egy olyan kérdés, hogy tudod, hogy melyik termék jobb, az európai vagy az amerikai, arra válaszoltam az Eriknek, hogy szerintem már minden kínai, úgyhogy teljesen mindegy, meg hogy max a minőség ellenőrzés más itt meg ott, hogy melyik a jobb, fogalmam sincs, mert hallok innen is rosszat, meg onnan is rosszat. Ja. Van itt egy olyan kérdés, hogy nálatok milyen a hangszigetelés, jellemzőek a papírfalak, hallod, ha lehúzza a slozit a szomszéd. Hát attól függ, én mondjuk egy ilyen két családos házban lakom, én nem hallom, amikor lehúzza a slozit, nem is tudom, hogy mikor vécézik igazából, de hát milyen ezek faházak, ezek fából épülnek, és de viszont szigeteltek, meg szigeteltek a falak. Nem tudom, én panelházban nőttem fel Magyarországon, ott nagyon keményen hallottam még azt is, amikor fingott a szomszéd. Megán meg nem hallja a szomszédját, mert kőfalaszta magát ott hátul. Jó. Közben kinyitottam a YouTube oldalt, hogy ne talán, ha ott is van kérdés, akkor hol lehet kérdezni? Ja, sokan nem tudják, hol lehet kérdezni se. Ja, hogy mikor kinyitod a videót, van a jobbról alól, felugrik egy kicsi ablak, a Google Hangout jellel, egy narancsárga, egy könycsepp, két vesztőcskével benne, és írja, hogy be part of the conversation. Magyarul valami olyasmit ír, hogy legyél része a beszélgetésnek. Oda kell rákattintani, és akkor ott lehet a kérdést beírni. Igen. Ez könycsepp, ez jó, két könycsepp, hát azért... Ekkora arc vagy te. Úgy bírom én ezt a székely nyelvet egyébként, ez annyira jó, tényleg, ez annyira eredeti. Oké, itt van végre egy olyan live, ami tényleg érettebb Kolosztának szól, értelmes témákkal, értelmes közönséget, csak így tovább. Ennek én is nagyon örülök, meg gondolom te is. Köszönjük. Még láttam egy ilyen kommentet, de azt hiszem, hogy félretettük oda, valaki mondta, hogy ja, nem emlékszem, vissza kell majd nézzük, de volt még egy hasonló, úgyhogy köszönjük szépen. Ja, én örvendek, hogy tetszik az embereknek, mert tudom, hogy nekem is tetszene, hogyha máshol élnék, és megosztuk az élettapasztalatokat, és bekapcsolódik mindenki kérdésekkel, meg... Ja, egy téma van bőven, amiről beszélni, és
akkor minél, tudod, de én szeretem jó hülyéskedni, de azért a komoly témákat is el kell beszélni, mert ugye az alakítsa az életünket, úgyhogy jó. A YouTube, igen, a YouTube ez ugye erre is való pont, hogy tanuljunk belőle. Hát most már én is, ha nem tudok valamit, azonnal keresem a YouTube-on, én onnan rakok össze dolgokat, meg mit tudom, én már autón is javítottam YouTube-ról, hogy hogyan meg. Tehát ez nem csak arra való, hogy itt most fölteszi valaki, hogy fingik egyet, és akkor de meg poén volt. Tehát meg én örülök, hogy nincsenek trollok, meg rossz indulatúak. Tehát, jó, ezt én is egyetétek, ja, hogy a minden nézőnk, meg kérdezők nagyon ja, rendesen viszonyulnak. Úgyhogy, ja, köszönettel. Na, Deli, tudod, tudjátok, hogy van a Deli Péter, a Hörbi. Én őt sokszor nagyon sajnálom ez miatt, mert igazából, tudod, ő egy szórakoztató ember, de egyesek azt élvezik, hogy tudod, hogy oda nyomkodnak neki, és ő egy nagyon érzékeny ember, ő is, tudod, és ilyenkor két napig agyfaszt kap, tudod, azt mondja mindig, és, de egy nagyon-nagyon jó szívű ember, meg mindannyiunkat így teljes önzetlenül csak így, tudod, segít, megemlít, meg stb. Én rosszat nem tudok róla, csak kurva sokat, egyre több a rossz akarója, és ez ellen az a baj, tudod, ő annyira érzékeny, hogy el sem meri ezeket olvasni. Jó, sajnálom, én is hálás vagyok Hörbinek, ugye, mert rengeteg ember iratkozott fel az ő csatornájáról is, és jó, Azt hiszem az a gond, tudod, hogy sok ember szó szerint veszi dolgokat, amit mond, tudod, mikor ő humorosan mondja, ugye ő egy showt futtat, és ilyen is van benne, olyan is van benne, de az emberek nem kéne személyesen vegyék azokat a dolgokat, amit mond. Hát persze. Hogyan működik a munkavállalói vízum, gondolok itt a szükséges életkorra, stb. Én ezt nem tudom. Te tudod, legalább? Hát ezt arról tudok beszélni, ami nem nekem volt, a H2B-s vízum, ami ugye olyan szakképzetlen munkára van. Nincs ilyen kikötés, de átlagban a munkák, amire keresnek, az legalábbis a lény volt, amilyen vidámparkban, ilyen gokartokhoz, meg ilyesmi, meg szállodákban, meg ilyen helyre. Általában fiatalokat keresnek, vagy fiatal, vagy középkorút, de azt hiszem nincsen kikötés életkóra, úgyhogy hogyha olyan a munkakör, tudod, a munkaadó például középkorú, vagy idősebb embert keres, akkor szerintem azzal nincsen gond. Ja. De azt hiszem minimum 18 kell lenni. De ugye ezek a dolgok mindig változnak, úgyhogy be kell ütni, tudod, H2B, visa requirements, H1B visa requirements, ezt meg lehet kapni a részleteket Google-ön. Volt itt korábban egy olyan kérdés, hogy miért nem vagytok Facebookon egy magyar... Jó, emlékszik arra a kérdésre. De nem találom azt, de ezt én kikérem magamnak, mert én a létező összesen fel vagyok. Én fel vagyok a floridai magyarok, a New Yorki magyarok, amit csak csinálnak, én mindenhova felmegyek, hogy ne mennék, miért ne, tehát... Én benne vagyok én is egy pár magyar csoportban, van egy nagy csoport, amiben nem vagyok túl aktív mostanában, de majd posztolok, vidéken újrakezdők, úgy hívják a csoportot, vidéken újrakezdők, van azt hiszem, vagy több mint 20 ezer ember benne. És még megy be egy motoros csoportba, meg egy-két ilyen egészséges életmód csoportba. Úgyhogy majd lát, csinálunk egy live-ot, betesszük a linkjeinket, vagy csinálunk egy videót, hogy linkjeinket, és majd összekapcsolódunk egy-két csoportba is az emberen nézőkkel, nem? Én benne vagyok, én nekem ez tetszik, meg nagyon tetszik, hogy komolyak a kérdések, meg minden, amit az előbb elmondtunk.
Semmi bajom ezekkel a dolgokkal. Én nem kerülöm a magyarokat, abszolút, sőt, hát én kerestelek meg téged is, én kerestem meg a Csarmit is, és nehezen, te nem, te nagyon könnyen, de Csarmi egy kicsit nehezen adta magát, mert lehet, hogy azt gondolta, hogy valami most kijött valaki vagyok, aztán inkább tudod, vagy csak elkerülte a figyelmét, tehát én nem, én keresem a magyarokat, de az mellett azért én már így közel 40 évesen én hamar kiszűröm, hogy kivel érdemes foglalkozni, meg kivel nem. Jó, hát én is ilyen szinten vagyok, tudod, hogy csak azért nem keresem a magyarokat, mert én is magyar vagyok, és most csináljuk együtt, mert azért, tudod, sajnos itt sok magyartól csak azért jön össze, hogy így jön egyen kóbasz, vagy tűzött kapcsol, ezek a dolgok tudod, engem már nem érdekelnek, úgyhogy én szívesen összejövök hái, meg más mindenféle, mindenhonnani magyarokkal, de tudod, valahol, ahogy te mondtad, tudod, kell lássam az emberen, hogy vannak témái, ami érdekelnek, tudunk beszélni dolgokról, ami előre segíti mindenkinek az ügyit, tudod. Tehát csak azért tudod, hogy most kultúros, eszük a tőzött káposztát, megrészegedünk, duhajkodunk, az a fele nem érdekel engem ma. De mi a minden egyéb téma, tudod, ami egymáson tudunk segíteni, és a világon sem meg tudjuk osztani az élettapasztalatokat, meg tudunk fejlődni belőle, az minden téma érdekel, ha magyar, ha amerikai. Így van. Itt van, már mindjárt Deli Petit fel is hozták, hogy Vili múltkor kampányolta a videóban, hogy Deli Peti menjen New Yorkba, abból lesz valami. Ez a New Yorkba, gondolom Tibor, így tudod, hogy ez egy ilyen comedy show otthon, ilyen, hogy mondják, ja, ez Duma Színház. Ki New Yorkba, ja. Igen, Duma Színház. Lett is belőle valami, elment szerencsétlen, csak hát nem szerencsétlen, nem úgy értem, hanem hogy elment, de nagyon sok nyugtatott, meg sokat kellett ügyön, hogy a tömeget bírja, meg ezt az egész élő fellépést. Aztán rájött, hogy neki ez nem megy, most lett volna még egy, azt hiszem, vagy most lenne még egy a hétvégén, de arra már azt már lemondta, nem. De van neki róla a videója, tehát beszámol erről, hogy nem nekem való, azt hiszem ez a címe. Ugye? Ja. Nem nekem való az. Igen, ez a címe valahogy így. Oké. Megint Erik kérdez, hogy ha újra kezdenétek, akkor belevágnátok-e újra, illetve volna olyan dolog, amit mindenképpen magatokkal vinnétek. Az összes barátomat hoznám, ugye, te is tudod, te is, Budai Miki, ezek, sorba, családomat, mindenkit hoznék magammal, hogyha újra belevágnék, és ha megtehetnék. Kérdezett, hanem dolgokat. Nem hiszem, hogy ő tárgyakra gondol, mert most mit hoztam volna, hát elhoztam, igen, elhoztam az akkori övtáskámat, hogy mit tudom én, mik voltak akkor a divat, vagy a márványkoptatott farmer, vagy mi volt akkor. Tehát nem hiszem, hogy tárgyakra gondol, hát mit hozol ide. Szerintem inkább, hogy kit hozol ide. Tehát, hogy ja, az lenne jó, ha itt lehetne mindenki, akikkel felnőttünk, meg a család, nem, vegán? Nem tudom. Ez majd talán lesz egy külön témában, most nem akarok belevágni. Ja, hogy neked, ja. Sajnálom. De nem, hogy neked. A tétedik minnyi, azt nézegetem kint, hogy minnyi jönnek ki a szúnyogok, mert kicsi dolgom van kint, ki kell vigyem a vidret, úgyhogy lassan el kell menjek. Úgyhogy fejezzük be a kérdéseket. Oké, gyorsan, oké, ez meg volt, akkor amit nem értek, hogy ha ti azt mondjátok, hogy még ilyen hegesztőként meg takarítunk, és milyen faszán lehet munkát találni, akkor hogy lehet, hogy most is annyi munkanélküli van. Az a lényege a munkanélküliségnek, Zoltán, hogy az új, ez az Obama kormány, ez egy akkora teret adott a munkanélkülieknek, hogy nekem ez könyvelő bebizonyította, hogy jobban megéri munkanélkülinek lenni. Tehát
Tehát majdnem, hogy jobban jár, aki munkanélküli, mert annak fizetik a lakását, fizetik a gyerekének az iskoláját, meg minden, és aki meggülizik, mint az állat, annak ezeket ugyanúgy fizetnie kell. Tehát, és ugyanott vagy. Tehát majdnem, hogy jobban megéri, ha ügyesen utána jár az ember, már pedig vannak ugye ezek az ingyenélők, én úgy hívom őket, ingyenélő munkanélküliek, tisztelet a kivételnek, ugye, de ugye jobb, tehát ez a lényege, jobban megéri munkanélkülnek lenni, mint dolgozni sok embernek, ugye. Oké, mi tartozik? Ja, sajnos megyünk a szocializmusba, és nem lesz ennek jó vége, mert közel fele az amerikaiaknak valamilyen kormánytámogatásba részesül, és ja, persze, ahogy Billy is mondta, tehát nincs incentíve, nincs ösztönzés az embernek, hogy menjen dolgozni, mikor kap ingyen lakás, meg ételjegyeket, meg stb. De hát ez vissza fog ütni, az a középréteget le fogja szegényíteni, és ja, a szocializmus lesz sajnos. Igen, mert nekünk több adót kell ezáltal fizetni, mert ugye... Ja, hát az államnak nincs pénze, úgyhogy csak akkor, ha elveszít másoktól, vagy nyomtassa a pénzt, vagy kölcsön kér, úgyhogy... Válaszolj már gyorsan, hogy nincs meleged abban a szakában, Szergény. Nincs, a hajam az meleg volt, úgyhogy hajam levágom, de a szakál az nem melegedik, nem izzad, az ja, nincs gond vele. Munkavállalói vízummal lehet zöld kártyát kapni? Hát ez is egy nagyon-nagyon bonyolult dolog lehet szerintem. Ja, bonyolult, az előzőben beszéltünk, ugye H1-es vízummal lehet, de nagyon hosszú időbe telik, meg nagyon sok pénzbe, meg a munkaadó végig kell vigye az egész folyamatot, ami... Ja, én nem vállalnám be magamnak, úgyhogy nem is tudom ajánlani másoknak se. Hé, szia kutyus! Frak, mi a bajod? Hello, Frak! Följött most már, nem tudja most már mi van, hogy vacsora idő, vagy nem. Hát, néha van valami baja. Oké, Benefit Family, ez itt is nem kevés van. Oké. Ja igen, Angliában, igen, Benefit Family, jaja. De te azért dolgozol, Erik, gondolom. Nézitek az MLS-t, amerikai labdarúgást, ha igen, kinek szurkoltok, hogy van más sportot követtek kin? Pont Pilivel beszéltük el a minap, vagy vele beszéltük, hogy se az amerikai futball, se a... Melyik volt a másik? Baseball. A baseball, ja, nem értjük, hogy miről szól. Nem, mert nekem az amerikai fociban az nem tetszik, hogy ugye ott vannak ezek a nagy szteroidos állatok, meg mit tudom én, meg ugye a quarterback, ugye annyit tudok, hogy az irányító, az a főszereplő. Tehát azon múlik minden, az összes többi ilyen egy nagy darab fal, meg az a lényeg, hogy na, beleütköznek, azt melyik esik el, meg melyik ugrik rá, de ami nem tetszik, hogy fél percenként megállítják. Hát most milyen sport ez, tudod? Többet áll a játék, mint amennyi akció van. Ja, én részemről valami más sportot, én nézem a kosárlabdát, mert szeretek, azt játszottam a fiatal koromban, 4 évig a liceumban, meg utána is egy kicsit, úgyhogy azt nézem az NBA-t. De végül is, ja, nem vagyok ilyen sportrajongó, csak szeretem a játékot, az én nézem, úgyhogy mindegy. De milyen magas vagy egyébként? Bocs, hogy közben szólok. 6-2, 1-87. Ó, én 1-85, ja. Ja. Ja, nézem amúgy, ja, LeBron James a kedvencem, ja, nagyon, nagyon keményen nyomja ő a következő, Michael Jordan. Gergely már ezt jó régen írta, ezt még Norbinak írta, Csarninak. Narancsléből, aha, meg Portinnék már földön, oké, ez nem kérdés. Még van egy kérdés, hogy munkavállalói vízumot adhat a munkáltató is, amit itthonról szerzünk munkát? Várja, vízumot adhat. Várja, felteszem oda, mert bocs, csak nem láttam, igen. Na, látom a kérdést, csak próbálom, hogy helyesen értsem meg. Tehát, tehát a vízumot azt az állam adja, de az itteni cég kell neked adjon, tehát ő kell elindítsa a folyamatot, ő kell mutassa, hogy nincs neki igénye van munkaerőre, amit nem tud helyben beszerezni, és azért kell
külföldről hozza. Tehát munkavállalói vízumot adhat a munkáltató is. Tehát a munkáltató nem adhat vízumot, ugye csak az állam, amit itthonról szerzünk. Tehát hogyha otthonról szerz, kapcsolatban lépsz egy amerikai céggel, úgy látom az a kérdés. Ha otthonról kapcsolatban lépsz, és egy amerikai cégelső azt mondja, hogy neked ad munkát, akkor is a folyamatot el kell indítsa és véghez vigye, és elküldje neked ezt a munkaadási levelet, vagy minek hívják, már elfelejtettem, és akkor azzal mész a követségre, és kész vízumot, ja, így működik. Hát igen, igen, meg szóval itt ezt már mondtuk azt a múltkori live-ba, hogy vagy nem, én mondtam, bocsánat, még a Metal Kastély, amikor mielőtt elindult, hogy egy, tehát aki tényleg el akar indulni, és itt akar egy új életet kezdeni, az csak egyetlen egy dologgal foglalkozzon, hogy valamilyen úton, módon ide kerüljön. Mert ez a vízumok, ezek lejárnak, ezek most voltak ugye tanuló vízumok, meg nekem rengeteg ismerősöm, meg volt ez a babysitter program, tudjátok, ez a, hogy ki lehetett jönni lányoknak babysitterkedni, otthonról intézték a munkavállalói vízumot, az is lejárt, meg nem hosszabbítják meg, meg a tanuló vízum is, akkor most már meg van szigorítva, hogy be kell járjál, most már csak ilyen nappali tagozatú iskoláknál lehet tanuló vízumod, meg stb. Is. Egy a lényeg, most az ezt a megy, amit ki kell tölteni az interneten, aki tényleg elhatározta magát, jusson ki, azt az ESZT-át ugye kitölti, kijut, itt van, és innen meg majd úgy is alakul, mert ugye 3 hónapra ki lehet jönni, és azért 3 hónap alatt kialakul az szerintem, hogy kivaló ide, és ki nem. Kialakul persze, mert hogyha rendes ember vagy, és tisztességesen a munkát, jó munkáról vagy elvégzed, akkor itt azt tékelik, ha annyi hamarunkai, és tudod, arra kell jó munkát végezni, és haladjál, és akkor itt tudsz eredményeket elérni, tudod, az ivas, a drogot, a hülyeséget félre kell tenni, mert hogyha abba belekezdesz itt, akkor lábukod, rengetegen buktak abba el, és nem megy a kettő együtt itt, tehát ha kijössz, azt komolyan kell vegyed, és ha komolyan veszed dolgozó tisztességesen, akkor itt tudsz haladni, meg tudsz élni lazan. Így van, de viszont én ismerek nagyon sokat, ugye ők azok a magyarok, akiket kerülök, akik ezekbe mind beleestek, pia, meg drog, meg minden, komolyabban, és nincs egy vasuk se, már otthon sincs. 20 éve ér itt őre. Ja, tehát ilyenre nagyon sok példa van, és tehát bele lehet ebbe is esni. Erre mondják azt, hogy... Szerintem, aki nagyon ki akar jönni is ide kijön, tudod, az meg tudja gondolni, tudod, józan észre, hogy akkor nem érdemes kijönni, tudod, elhülyéskedni otthon is, áll az időt, áll kocsmazni. Még könnyebben, mert ugye azért otthon többnyire mindenkinek azért megvan a saját, vagy az édesanyjának, vagy a szüleinek. Jó, van rokonság, ismerősök, barátok, stb. Itt azért nem olcsó a lakhatás, ugye én speciál egy hálószobás nappal is lakásért fizetek 1600 dollárt havont. Tehát ugye az azért itteni viszonylatban sem olcsó. Jó, hát itt az a legnagyobb gondja, hogy valahol kell lakja, és ugye az elején lehet itt-ott át tudsz lakni olcsón, vagy így lehet kevés pénzét, de tudod, egy pár hónap után magad lábára kell rá, amikor már van munkács. De hiába keresett ott havi 2000-3000 dollárt, hogyha a lakás meg a költségek 2000-2500-ra felmegy, nem sok pénzed marad meg. Az első pár évben nem sok pénzt tud félretenni, úgyhogy azért is ajánlom mindenkinek, hogy arra törekedjen, hogy minimalista életforma és valami egy kicsi szintű önállátás legyen. Ja, úgyhogy itt is lehet olyan környékre menni, hogy ahol olcsóbb a föld, lehet venni egy darab földet, vagy egy apartmentet, valamit tudod. Mert aztán, ha beleállsz abba, tudod, hogy veszel egy házat mortgage-sal 30 éves részletre,
akkor megint a taposókkerékben biztosítom. Én már túl vagyok azon, egy vállás lett belőle. Jó. Hát tudod, amikor ki kell nyögni 3000-3500 dollárt havonta a mortgage-ra, amit mi vettünk lakást, meg felújítottuk, és mellette ugye minden, tudod, minden más, kaja, minden, és ez egy kicsit ráment, hát nem kicsit, teljesen ráment a kapcsolatunkra. Előtte pedig egy lakásunk volt, amit úgy szintén megvettünk, és ott meg boldogok voltunk. Az egy kisebb lakás volt, azt is szépen felújítottuk, ott boldogan megvoltunk erre. Nekünk ház kell, minek, még gyerek se volt, semmi, érted? És akkor na, ott ment, ott szakadt meg valami, amikor már tudod, azért hajtasz, hogy a számláidat fizest. Onnantól már vége a szabadságnak. Így van, vegán? Ja, pontosan. Pontosan. Utolsó kérdésként, ha valaki kimegy, elfelejt hazajönni egy nyaralásból, könnyen el tudja magának intézni a társadalmi biztosítás számot, hogy jogsihoz legalább hozzá tudjon jutni. Nem könnyen, nem mondhatnám, hogy könnyen. De végül is van egy csáll, amiről nem beszéltünk ma és az előző live-ba sem. Nem tudom, működik-e, Vili, lehet ezt, te jobban tudod, hogyha a szakmai körödbe csinálják. Még mikor ott voltam Connecticutben, emlékszem, ezt sokan csinálták. Ugye, aki turista vízummal jött és nem volt társadalombiztosítási száma, az azt csinálta, hogy két ilyen tax ID-t. Az még működik-e a Tax ID-val? Tax ID volt, igen, én nekem is az volt. Nem egy értékű a social ad, de valamennyire, valamiket azzal is lehet csinálni. Persze, működik, az még én úgy tudom. Tehát nem tudom most pontosan, hogy meg most mit lehet már vele csinálni, de én úgy gondolom, hogy most már itt Connecticutbe képzeld, idéntől behozták, hogy lehet bárkinek amerikai jogsia. Tényleg, hát hallottam te. Hát akkor ez nagyon jó, mert akkor ugye kijönnek, jogsit szereznek, tex-ID-t, csak akkor el lehet azzal indulni. A jogosítvány az otthoni személyi igazolvány és jogosítvány egyben. Jó. Tehát itt a jogosítvány a személyi igazolvány is. Tehát azért most ez itt könnyebb ez a része. Meg van különböztetve a jogosítvány, tehát a rendőr megállít, azonnal tudja, hogy te nem vagy amerikai állampolgár, de a rendőrök ezzel nem foglalkoznak, tehát senki... Ja, mert különböző itt a rendőrség az immigrációtól, úgyhogy nem adják át az információt. Nem is érdekli őket, az érdekli, hogyha valami közúti kihallgás követsz el, akkor jó. Hát ennyi, akkor elfogytunk a kérdésekből, te hát, is. Erre az utolsó kérdésre szerintem a következőben azt ki kell bővítsük, mert ugye sokan kíváncsiak erre, és hogyha most lehet jogsit szerezni parálomba, mint Connecticut, és lehet egy Tax ID-t, akkor ugye az ESTA-val kijönni, akkor itt sokkal könnyebb lesz elindulni az embereknek. Az biztos, mert legalább tud magának autót leregisztrálni. Tehát, tehát az itt nagy probléma volt sokáig, ugye nekem is, amíg nem voltak papírjaim, hogy tudod, hogy az autó hogyan teszed a nevedre, ha nincs amerikai jogosítványod, akkor nem tehetsz a nevedre autót. Tehát most már azért ez könnyebb lett. Én úgy csináltam, hogy Floridába lehetett, aztán lementem Floridába azért, hogy lehessen jogsim nekem. Én nagyon sokáig floridai jogosítványjal éltem. Itt kellnek tigedben, de hát tudod, betartják a szabályokat, ha normálisan vezetsz, az életben nem állítanak meg. Ó, jó, ez amit még itt nagyon szeretek, hogy nincs olyan, mint otthon, emlékszem, otthon kellett féljét, tudod, hogy hol leskelődnek, hol... Zseblámpa, tudod, így. Ja. És otthon direkt lesték, tudta a rendőröktől, megbuttak a helyek, hogy hol lestek, és kiszedtek itt, hogy mész egyenes vonalba, megállsz a sok táblánál, megállsz a pirosnál, van biztosítás, hogy hajtás itt, és úgy, ahogy mondod, soha büdös életben nem állítnak meg. Engem a 7 év alatt egyetlen egyszer állítottak meg, akkor is azért, mert egy 4-sávos úton mentem, és az útszélén volt, megállt egy iskolabusz, és én ugye nem voltam vele tisztában, ugye, hogy
hogyha ugye kétszer két sáv van, akkor is meg kell állnod, de ezek szerint meg, és akkor megállította a rendőr, az volt a szerencse, hogy a frak ott ült hátul, és ő nem szereti a, valahogy a feketéket nagyon megugatja, és a rendőr pont fekete is volt, meg a postás is nagyon megugatja, meg az általában minden kutya, ez az egyenruhának magyarázható, tudod, az egyenruhásokat valahogy a kutyák megugatják, és akkor ugatott az ablakba a kutyám hátulról, meg minden, és akkor a rendőr úgy odajött, és akkor azt tudott, hogy nem álltál meg, és akkor legközelebb jobban figyeljél, figyelmeztetett, adott egy ilyen figyelmeztetési cédulát, mert ugye te is hallottál már erről, nem? Vagy lehet, hogy te is kaptál egy ilyet, hogy ugye először kapsz, hogyha nem olyan nagy dolgot csinálsz, és hogyha jó napja van a rendőrnek, akkor ad egy warning ticketet, az a figyelmeztető büntetés. Az nem pénzbírság, az csak bekerül a rendszerbe, a következőnél már pénzbírság lesz. Ja. Tehát ennyi. Én nagyon örülök, hogy itt sok kérdés volt, meg így meg tudtunk mindent beszélni. Reméljük, hogy mindenkit ki tudtunk elégíteni. Hát nem kell egyszerre mindenkit kielégíteni, mert hogyha valami elmaradt, akkor következőkor meg lehet kérdezni. Most már az heti rendszerességgel szerintem nyomhassuk, nem? Persze, hát egyszer itt, egyszer ott, egyszer Csarmi, egyszer te, egyszer. Reméljük, Herb is bejön egyszer, vagy de most valamit mesélt, hogy le van tiltva a live-ról. Tehát mindig valami van, érted valami? Jó, nem lehet unatkozni az ő csatornája, mindig valami történik. De hát tudod, igazából neki nagyon sok feliratkozója van, meg nagyon nagy köre van, és tudod, minél úgymond híresebb vagy, annál több problémával is jár rám ez. Persze, figyelj, nem lehet mindenkit kielégíteni, mert lehetetlen, ugye nem tudsz olyan adást csinálni, se YouTube-on, se TV-ben, se sehol, hogy mindenkinek megfeleljen. Úgyhogy ezzel mi is kell számoljunk, tudod, hogy lesz majd, akinek nem tetszik, és ez rendben van, tudod, szerintem ezért nem kéne harag legyen, tudod, hogyha nem tetszik, akkor nem tetszik, akkor mit csinálj, tudod, odébben megyünk külön úton, ha nem tetszik. Most már nem, ezért nem kell kétségbe esni, tudod. Meg még utána is válaszolunk azért mi a kérdésekre, tudod, miután vége a live-nak, hogyha esetleg, mert ezt meg kell értse mindenki, hogy itt azért így a YouTube, meg a lehetne péntek szombat műsor, gondolom mindenképpen jól lenne az otthoniaknak is meló miatt, meg nekem is. Ja, hát csináljuk péntek szombat, ja, valahogy így hétvégére, csak most pont úgy jött ki, hogy én is így korábban végeztem, meg a Robi is, meg Csarmi is, meg mit tudom én, ez csak így randomba jött, de ja, a hétvégére kell tenni szerintem is, hogy minél többen bent tudjunk lenni, meg na, gondoljunk másokra is. Ja, persze. De végül is tudod, de ez az a jó ebben, hogy ez fel is lesz vetette, úgyhogy vissza lehet majd nézni, és tudom, hogy ugye sokan szeretnek részt venni, kérdezni élőben, stb., de amelyik adásokat itt csináljuk hétközben, azt vissza lehet nézni, majd amelyiket hétvégén csináljuk, az élőben részt lehet venni, tehát ja, nem lesznek ritkák, ezek most már majdnem minden héten lesz, és ja. De közben nekem is most például csütörtök, péntek, szombaton egész nap dolgozok, úgyhogy ez nem jó, és akkor vasárnap nem tudom mi lesz, meg itthon is ugye kell a farmon dolgozok, meg magamra időt szakítsak, úgyhogy ja, idő nem mindig olyan jó ki a lépés, de ja, azt egyeztetünk, majd se figyelembe vesszük azért, hogy ugye a fontos az, hogy mikor tudnak nézni, és hogyha a kérdéseket akarnak feltenni, úgyhogy figyelembe vesszük azt is majd. De ja, mikor közben így beesik, hogy mind a kettőnknek, harmunknak, négyünknek van ideje, akkor az így spontán összejön. Szerintem egyszer ilyen, egyszer olyan, tudod, ahogy összejön. Meg még majd lehet, hogy tudod, itt a metálgastél, meg szefiek is becsatlakoznak. Ja, akartam ezt említeni, elfelejtettem, de jó. Beszéljünk Szefi, én nem ismerem, ugye metálgastélt kommenteltünk egymásnak, és feliratkoztam, úgyhogy ismerjük, jutott Szefire feliratkoztam, de nem volt még, nem beszéltünk semmilyen szinten. De lépjünk kapcsolatba, és vonjuk be őket, és biztos, hogy
hogy meg tudnak osztani ők is dolgokat, amit tapasztaltak se. Hogyha szeretnének ők is, ja, beszállni egy ilyen beszélgetésbe, akkor vonjuk be őket is, nem? Meg ők, meg nekik sok kérdésük lehet, tudod, mert én tudom, hogy milyen nehéz az eleje, nagyon-nagyon nehéz szám az eleje. Meg hát ezek a friss tapasztalatok engem is érdekelnek egyébként, hogy most miket tapasztalnak ott. Azt hiszem Pennsylvaniában vannak, ha jól tudom. És biztos, hogy ők tudnának válaszolni olyan kérdésekre, amit mi nem tudunk, ugye, amit az újonnan érkezők most tapasztalnak, már 10-15 éve más volt. Úgyhogy, ja, érdekes beszélgetés lenne. Összehozzuk, aztán, na üdvözlöm. Te vagy a szervező, te vagy a magyar YouTube-osoknak a menedzsere, a szervező. De most már meg te vagy a híresebb, úgyhogy most már... Híres! Én szeretek szervezkedni, meg így... Klaudiával is live-olhatnátok, lenne egy nő, nem is közte, de ki a Klaudia? Klaudia... Miért most? Ja, igen, Klaudia is itt él valahol. Be tudtok tenni, Street Soccer, megkérlek egy linket, be tudsz tenni a videó alá, hogy hol érhessük el Klaudiát? Persze, hát a Csalmi már volt vele live-ba egyszer, egy nagyon kedves lány, én meg is néztem azt a live-ot utólag, nagyon kedves, ő nem is tudom, hol lakik, Missouriba vagy hol, de tényleg látszik, hogy amerikai férje van, ugye, és úgy látszik, hogy nem a zöld kártyára utazott, és tényleg egy nagyon, meg jó pofa, meg jó videókat csinál. Majd meg... Hogyha érdekli őt, ja, megkeressük, és hogyha érdekli, akkor szálljon be, semmi gond. Biztos. Mert egy kicsit nő hiányban vagyunk, mert a 90%+ mind a kettőnknek a nézettségének férfiak. Nekem 4,5 nő. Nekem 92 férfi és 8% nő. Ez azt jelenti, hogy te most jobb képű vagy? nem tudom, mit jelent, de mindegy végül is. De azt mondjuk el, hogy mi szívesen lássuk el a hölgyeket, és nincs itt megkülönböztetés. Ja, nincs, persze. Meg akkor Eriknek meg össze kell akkor szednie, akit kommentelt, ugye itt ismerem Angliában egy pár embert, aki így YouTube-ozik esetleg, és akkor az meg minket érdekelne. Ja, biztos sok nézőt is, mert ugye lehet Angliába könnyebb kijutni, meg ott is vannak lehetőségek, nem tudok sokat Angliáról. Van egy pár ismerősöm, aki ott él, ugye otthoni ismerősöm, de nem igazán beszéltünk. Lehet megkeresem majd őket, ha valaki be akar találni, akkor én is behozok egy-két embert onnan. Uh-huh. Oké, Claudia Channel, Missouriból, köszi Street Soccer, megadta itt a linket. Most meg én nem látom különben az izéket, hogy mik a kommentek, de már úgy látszik már. Én most kimentettem az összes kommentet, sajnos az elsőben elfelejtettem, de lehet kapírni, kijelölőt, copy paste, egy beléteszed egy Word file-ba, és majd vissza tudjuk nézni később. Ja, mondjuk te vagy a nagy gépes. Minden most. De most már itt lesz az ideje, hogy megtanuljam ezt az Apple-t kezelni, mert ez nagyon nehezen ment az indulás. Ja, egy kicsit, hát az első volt, nem, belejössz abba, ha nem jössz belé, akkor eladod, se használod a Windows-ot, minden. Ja. Jó van, akkor üdv mindenkinek, aztán jelentkezünk, meg kint lesznek a linkek a te csatornának, a Csarni csatornájának, de hát most én mit májerkodok itt, hát itt szerintem mindenki tőletek jött át hozzám szinte. Szóval... Nem, ezt akartam említeni, amikor így egymással én is betettem a te linkedet, ja, egymásnak a linkit tegyük be. Ha tudja a kis az embert, ott ne kelljen keresgélni, hol van, ki az, melyik az,
egy-egy linket bedobunk, és akkor jó, ott lát menni onnan. Ja, okay. Már azt említettük, vagy említettük-e már, hogy ezt egy fejbe alapba fogjuk csinálni, tehát egyszer egyik... Igen, mondtam én, hogy tudod, hogy egyszer itt, egyszer ott, egyszer ott, majd értesítve lesz. Jobban időben lesz mindenki értesítve, csak ez most úgy nézett ki, hogy én rohantam hazafelé, akkor hívtalak téged, hogy akkor csinálunk egy live-ot, aztán Csarmit is mikor érsz rá, akkor jó, fél óra múlva ráérek, akkor... Tehát nem akartam én úgy behirdetni előre, amíg nem tudtam a válaszokat, hogy ki mikor ér rá, tudod. Tehát... Jó, pár. Na, az így jó volt, figyelj, nem ahogy mondtam előbb, tudod, egyik spontán lesz, a másik jobban megszervezett. Ez így pont jó volt. Ja. Volt sztár vendégünk is, Csarni. Jó, hát ugye Csarni már veterán. Ő a nagy live-os. Ó, igen, sok live-ot csinál. Még nem néztem, belenéztem egy pár videójába, de live-os videóját még nem néztem. Hát őszinte csak az a live. Neki az a rádiózás, a live, tudod, hogy csinálni akarja majd azt a rádió csatornáját, meg jó, most nem kérdeztük arról, elfelejtettem, akartam kérdezni, hogy hogy áll a rádió, de hamarosan úgy látom beindul, ugye? Be, hát úgy néz ki, igen, hogy hamarosan beindult. Te meg gitározzál már Kispárt a Herbivel, mert arra már annyira kíváncsi vagyok, amióta kitaláltuk ezt, hogy... Ja, megcsinálom. Napokban nagyon foglalt vagyok, de hétvégén meg lesz. Vasárnap biztos, hogy meg lesz. Passza. Hiszem, ugye, és akkor átküldöm Herbinek, nem tudom, hogy tudja összehozni, ugye, mert én gitározok, hogy fog énekelni, de még valamit be akar tenni, egy kicsit dobot, vagy egy kicsi ilyen ritmust, ugye, hogy ne csak egy gitár legyen, de... De Herbie azt elég. Majd ő alá dolgozza, azt majd ő majd megoldja, nagy tudja ezt csinálni, meg... Tehetséges gyerek, úgyhogy össze tudja visszusokni. Ja, na üdv mindenkinek még egyszer. Köszi, hogy itt volt mindenki, Tibor mondott valamit még ott, arról nem lenne rossz egy globális videós találkozó mindenhonnan a nagy világból. Ja, persze! Hát, hogyha tudtok olyan embereket, és YouTube-oznak, mert ugye magyarokat mindenhol találsz, én akárhol voltam, én a Key West-en is, ami ugye a Amerika legdélebbi része, ugye Floridában, ott is tele magyarral, meg én még nem voltam olyan államban, ahol magyarral ne futottam volna össze. Ezt komolyan mondom, vagy valami magyar szűk. Itt Amerika minden államban, jajam. És biztos vagyok, hogy Ausztráliában mindenhol, aki onnan néz, vagy tud, ismer olyan embert, és hajlandó, szívesen látjuk szerintem, mert az is egy érdekes világ lehet, az Ausztrália, én vágytam oda régen, de már nem, mert nagyon messze van, az már nagyon messze van Magyarországtól, tehát nem mit tudom én, az már nekem tényleg, az már sok. Billy, szívesen beszélnék egy pár ausztráliaival. Amúgy én ismerek, ugye nem magyar, de Durian Rider, meg Freely, ők a banánevő körökből. Ők Ausztráliába élnek, és ahogy elmesélik, nem olyan rózsás a helyzet. Azt mondják, nagyon, nagyon drága az élet. Úgyhogy kíváncsi lennék, hogyha élnek magyarok Ausztráliába, hogy milyen tapasztalataik vannak. Ja. Én pontolgattam oda az emigrációt még otthonról annak idején, már azt mondták, hogy könnyebb. Mert Kanada meg Ausztrália volt a célpontom, de végül is ide jött össze, és itt jó vagyok most, de kíváncsi lennék én is az ausztráliai helyzetre. Én egyszer láttam egy dokumentumfilmet, hogy ott él a világ legtöbb életveszélyes állata, azóta valahogy úgy kiábrándultam belőle. A Sydney-ben van egy kis... Sydney-ben a leggyakoribb házi pók megcsíp, és akkor igazából ilyen szúnyogcsípésszerűt érzel, 24 órán belül aztán meghalsz, ha jól tudom, meg ilyenek, tehát hogy ki akar ilyennel élni? Én, mint ilyen hajlamos vagyok ezekre a képzett betegségekre, tudod, én ott... Hangya csípéstől már orvoshoz fordulnék, tudod. Meg a medúza, bemész húszni, és akkor ki se érsz a partra, ha megcsíp egy bizonyos medúza, hát...
De a Street Soccer mondja, hogy volt sulista, sem Ausztráliában él most. Hát figyelj, ha ismertek valakit, akkor küldjetek egy linket, tegyétek be a videó alá, vagy valahol küldjétek át. És ja, hogyha az illetőt is érdekli, hogy, hogy beszélgessen, és akkor összehozzuk a beszélgetést. Így van, így van. Szakör, hogy én örülök, hogy átjöttem, két újabb jó videós ismertem meg, bár Vilit már láttam egyszer Csarni lávjába, de nem tudtam, hogy videót már fel is iratkoztam rátok. Köszi! Köszi mindenkinek, akik feliratkoznak meg minden itt, nem? Ezt meg még én magam részéről hozzátenném, hogy én nem a, itt nem a pénz miatt csinálom, hogy most én majd hogy ebből éljek. Én biztos vagyok benne, hogy össze fog gyűlni egy olyan pénz, azt olyan dolgokra fogom fordítani, hogy segítek valakin, meg szoktam is, csak nem mondok neveket. Én nekem eddig 1 dollár 25 centnél áll az akántól. De mindegy, tehát tényleg nem azért köszönjük a feliratkozókat, hanem azért, hogy jól érezzük magunkat, meg majd szerintem tök jó lesz visszanézni ezt egy év múlva, vagy két év múlva, hogy nem. Tehát... Figyelj, én is csak annyit tegyek hozzá végre, hogy én ugye mióta leköltöztem, azóta videózok, de az első két évben nem csináltam sok videót, a hébe-hóba csináltam egy héten egyet, vagy ilyent olyan, és oké, és volt tudod, de jött egy-két iratkozó néha, de nem volt nagy forgalom, tudod, nálam. Nem jó, te bejöttél a képbe, meg beajánlottál a Herbinek, meg így elkezdtek a dolgok indulni. Engem nagyon, nagyon ösztönöz, tudod, hogyha az emberek bekapcsolódnak, nézik a videót, meg kommentelnek, meg így elindul a beszélgetés. Nekem nem az a célom, hogy most sok feliratkozóm legyen, vagy híres legyek, tudod, engem ezek a dolgok nem érdekelnek. Viszont ami érdekel az az, hogy megosszam tudod az élettapasztalataimat, és minél több emberrel kapcsolatba lépjek, beszéljek, hogy remélhetőleg egymástól tudjunk tanulni, és egy jobb jövő felé haladjunk. Meg akit esetleg érdekel ugye ez a vegán élet, engem egyre jobban érdekel, nem tartok még ott, ezt megmondom őszintén, de mondtam neked azt hiszem délután így a Glide-on, hogy szeretnék tartani egy héten egyszer egy ilyen gyümölcs napot, és akkor majd erre majd kellene majd egy ilyen recept, vagy valamit tudod. Tehát majd ez is legyen egy téma, majd tervezzük úgy tudod, ezeket a live-okat, hogy mindig legyen egy témakör, és akkor abból lehet mindent kérdezni, mert Ja, perc, erről tudok én sokat mesélni, ugye az utóbbi 5 évben nagy része nekem erről szólt, ezt kutattam, és ezt tanulmányoztam, úgyhogy 5 év tapasztalat van ilyen témában. Úgyhogy ja, nagyon szívesen arról beszélek, és ja, egészséges életmódot szerintem azt valamilyen szinten mindenkit érdekel. Lehet, hogy a fiatalokat nem annyira tudod, de aki már így 30 felett van, az szerintem nem szeretne, tudod, 40 évesen egy szívrohamba meghalni, vagy átdugítsa az erejét zsírral, úgyhogy ezek jó témák, ezt járőm, hogy beszélünk. Igen, majd csak figyeljétek meg, mert én mindig kiröhögtem a 40-esek, 30 éves voltam, és most nagyon is tudom, hogy miről beszélnek ilyenkor az ember. Ilyenkor szerintem a szervezet egy ilyen automatikus, tudod, átalakulásba megy ebben a korban, mert ez a félidő, na hát legyünk realitásban most. Ugye, régen az 50 éveseket hitták középkorúaknak, szerintem most a 40 éves a középkorú, mert a 80 év az már egy szép életkor, ha azt megéri valaki. És szerintem amikor az ember az élet, a szervezet az élete feléhez ér, akkor jönnek ezek a jelek, hogy mint például nálam most, hogy akárhányszor rágyújtok, így tudod, így ilyen nagyon rossz elkezdek izzadni, meg minden, és már undorodom tőle, mert már nem is fogok. Tehát most már tényleg nagyon közel állok, hogy végezzek a cigarettával teljesen. Ja, tudod, ezzel én hogy voltam, Vili, így, hogy most mondod? Én is azért hagytam abba, itt kezdett a,
a mellembe egy kicsit szúrni valami, akár hányszor rá gyújtottam, éreztem egy ilyen kicsi, enyhe, de éreztem egy kicsi szúrást a mellkasomba. És az, és nem is az, hogy megjettem, mert ki, hát meg is jettem, de ma nem esett jól a cigi sem, nem esett jól, úgyhogy ja, megundorodtam tőle, és ja, elhagytam. Oké, és hát hagyjuk el, mert aki tudja, éljen egészségesen, akinek a másik út, az se vetem én meg, mert benne voltam én is, bulisztam én is ezerrel, meg... Hát figyelj, én nem ítélek el senkit, azért most én egészségesebb életmódot élek, mint a többiek. Én is ott voltam, tudod, 32 évig, én ittam, szivaraztam, azt ettem, mint mindenki más. Figyelj, mindenkinek, tudod, el kell jön a pillanat, amikor kész vagy, te kész kell legyél, tudod, szellemileg kész kell legyél a változásra. Ahogy mondták, ugye a nagy mondás, hogy mikor kész a tanuló, akkor a mester megjelenik. Ez most ilyen jelképes mondás, hogy mikor kész vagy, akkor majd kész vagy a változásra, akkor majd változol, tudod, de addig nem tudsz változni, amíg nem vagy kész. Mikor kész vagy a változásra, akkor majd fogsz változni. Úgyhogy nem kell ezt előtetni, tudod. Ahogy jön, ahogy te mondtad, most eszel több gyümölcsöt, és majd egy héten egyszer csak gyümölcsöt és zöldséget eszel. De ez nálam is hasonlóan volt, és ezt ajánlom mindenkinek. Nem kell erőltetni, ahogy, de nyitott kell lenni, tudod, nyitott kell lenni, hogy észrevegyed azt a pillanatot, amikor kész vagy, csak akkor kell lépni. Nem kell félni, tudod. Nem kell félni az újtól. Sok ember fél az újtól, mert nem tudja, hogy mi van ott, tudod. Szeretnek a kényelmesbe lenni, a megszokottba, tudod. De ki kell lépni a komfortzónából, hogyha fejlődni akarsz az életbe, és boldog akarsz lenni, muszáj kilépned a komfortzónából. Így van, így van. Úgyhogy köszönjünk el itt a mindenkit, látom, köszöni a részvételt ide. Erik is elköszönött, itt mindenki már itt köszönget. Ugye, ja, 26 jó éjszakát. Van, Erik is a cigit, ja? Igen, jó éjszakát mindenkinek, aztán jelentkezünk. Oké. Okay. Köszönjük a nézőséget. Ja, köszönjük mindenkinek, hogy itt voltatok is a kérdéseket, ja, jó kérdések. Oké, na. Cső, csumi. Sziasztok, jó éjszakát, vagy jó reggelt!